Szűcs János vagyok, kis nyugdíjas, Makkos Hogykai lakos. 50 éven keresztül dolgoztam lakatos mesterként a helyi vasüzembe. Hát nem volt valami izgalmas. Jó barátommal Gedeonnal úgy gondoltunk, most már itt az ideje egy kicsit izgalmasabb életet élni, elsemmény dúsá szeretnék tenni az életünket. Már amennyi még maradt belőle. Los Santos városát választottuk ki, mert elméletileg ottan történnek dolgok. Majd aztán meglátjuk, hogy igazak a pletykák. Az a nagy probléma, hogy a repülő maradt az összes holmig, és nincs egy vasunk sem. Úgy néz ki, ismét valamit dolgozni kellene, hogy legyen zsömlére való. A rossz sem vigye el. Itten éppen valami golfos összeszerelős munkát ajánlottak nekem. Hát nézzük meg, hát a jó lesz. Nem, mert öregségemre nem tudom, hogy most én nem hallok, vagy maguk nem beszélnek. Meg a baj. Most jó, jó van, köszi srácok, ne haragudjatok. Hát szütykös kezdés. Nem voltam felkészülve, hogy ez teljes. Na. A lényeg, srácok, a golfklubba visznek, mert ott valami összeszerelési meló van. Nincs maguknak egy ízé zsemléjük, vagy valami, mert már kezd kiukadni hasam. Hajdonságot. Köszönöm. Mögbítse legyen. Ó, nagyon kedves, köszönöm. Barátságom, mi ez? No, hát keresem, nem tudom, hol van. Mert az a baj, hogy még a gépen is elkerültük egymást. Követés! Beért már a gépe a barátjának. Hát lehet, hogy most nem tudom, hogy később vagy hamarabb jön. Mert rossz gépre szálltam, én voltam a hibás. Az a baj. Ó, láttam én olyan videókat, ahol itt van. Csak ott fekete volt a kanapé. Pillanat, kérlek, eddig nyugodtan, de fáradjon be az irodába. Rendben. Ó, hát ekkora tér. Mondjuk onnan látom a tévét. Köszönöm. Üdv a podcast-ot a Léban, Tinta, szervusz, szervusz. Hát gyak nem ülök le, mert ez a főnök széke. Aha. Azt itt mi van? Jó napot! Jó napot! Jó nagy itt a tér, lehet izé fitnesselni meg. Fogócskázni. Biztos, van itt mindent. Elsősorban mutatkozom benne, Én? Szűcs János vagyok, kis nyugdíjas. 50-es születésű. Lakatos mester vagyok, mármint hogy voltam, mert már nyugdíjban vagyok, már nehezen bírom a munkát. Hát hobbim a makett repülőkészítés, az számít. Illetve szeretem a... Hát szeretem a rajzfilmeket, a régieket, mint a Pumukli. Azok jók. Nem vagyok túl érdekes, nem tudom, mire kíváncsiak. Ezek pont elegek. Elegek? Jó, ne legyen nehéz a munka, mert az ízületeim már nem bírják. Hamar összedobja. Minket sokat hajolni. Hát én max ennyit tudok, mert úgy ennyit bír. Hátam így. Csendesek. Mi a fasz? Rémben. Uram cső. Megvan. Ó, itt János útja. Igen. Tehát ezt visszarakom. Van ennél esetleg bármi fényképes fokirat? Nem, sajnos, mostan jöttem. Jó, benne. Minden ott maradt a gépen. Tudod, leengedtek. Még egyszer nevét legyen szó. Szűcs János! Csendesek. A hümmögés sose jó. Főleg, hogy orvosnál van az ember. Közelebb bázis nem támozó, hát nézd, próbálom is.
Lehet, hogy utána nem szeretik a izéket. A hosszú betűket benne. Az mondjuk valószínű. Nem is. Sikerült? Aha. Sikerült, tudom. Igen. Igen, pityeg. De már kaptam. Ja, jó. Fiatal ember adott, kedves volt. Aha, itt nem pityogott. Aha. Fővettek. Szuper. Rendezed a többit e-mailből egyszer. Köszönöm, jól vagyok, Almás Pite. Jó volt amúgy a napom. No, el tudnád intézni egyszer, mert... Nekem még meg kell kajálni. Magával? Jó. Tévézünk? Tessény. Tévézünk? Nem, nem. Egy pillanat. Oké. Na, neked is mondom, Almás Pite, hogy kb. 10 percnyi ráfordítással tudsz támogatni engem. Felkiált olyan raid, vagy Discordon nézd meg a kiírásomat a bejelentésekbe, és akkor ott el tudod olvasni, mi a situ. Nagyon egyszerű. Tehát egy stream is lesz belőle egyébként abból a játékból. Szervusz, mi stressz? Hali, hali. Pillanat, intézkedem gyorsan. Rendben. Ez már meg kiírom nektek izébe, hogy lassatok. Igen. Álljatok. Hello there! Nem a kobbit kell mondani. Pillanat. Hello there! Jaj! Jó! Szúnyog! Álljatok ma. Nem tart sokáig. Uram! Uram! Igen? Itt e-mailben, mutatom a tabletemen, látja? Aha. Itt van egy olyan, hogy NF beszélgető, látja? Ide írjon egy pontot. Jó! Oké, okay. Írom. Egy pontot. Hol a Discord? Várjátok már, NF beszélgető, vagy... A Zoomban. Keresem. Ha nincs, akkor ilyen élményképekbe. És akkor onnan gyorsan majd törölje ki. Jó? Írtam! Én vagyok ilyen izé van ott van rajta, én sicsakos fickó. Csatlakozzak? Uh-huh. Csak gyorsan törölje ki, tudja ezt a pontot ott. Megvan! Jó. Innentől többi majd intézel. Annyi a lényeg, hogy az öltöző az... Mutatok gyorsítés, jöhet egy pillanat. Nem tudom, nem tudom neki hangeffekteket nyomogatni. Jó, ja, jövök. Na, annyi a lényeg, hogy itt van, látja, itt van egy agy Shimura. És akkor az alatt, ott itt mutatom a térképen, itt van egy olyan, hogy Shimura étterem. Igen. És az alatt van az öltöző. Ott tudja elkezdeni, a többit pedig mindent megtalál applikáció. Rendben. Oké. Okay. És a kocsia van? Nincsen. Akkor eldobom gyorsod, és akkor belekezdhet a munkába. Vissza tudna vinni a... Majd utána elmegyek csak a publikus helyre, mert hogy a barátomat várom. Ja, azt persze. Nem tudom, hogy hol van. Persze. Visszaviszem. Köszönöm. Jöjjön. Viszlát, uraim. Jaj, ne siessél útját. Jaj. Ó. Ja, igen, emélyedé. De
De jó kocsi van. Köszönöm, barátom, én csak kölcsön. Drága? Ez ilyen? Hát, egy ilyen 12 millió dollár. Ó, hát nekem zsömbére sincsen most. Amikor lesz nekem ennyi pénzem. Összes pénzem a gépen maradt. Az... Hangos a játék? Jaj, de meghalljunk! Nem. Féltem az életemet. Nem meg applikáció, meg az ilyen névjegyzéken, hogy ilyeneket azt töltsünk meg kell, amit kell. Rendben! Jaj! Uram, maga nem cicózik. Mégis, nincs még egy zsömléje véletlenül, hogy ne halljak éhen? Mi a kedvenc száma? 369, ez egy szép kerek. Köszönöm. Nagyon szívesen. Aztán majd esetleg egy telefonszámot adjak, hogy bármi segítség kellene. Ja, persze, elfogadom, aha. Várod, hogyan tudjuk ez a kutvít a kontaktok? Igen, igen. Aha. Milyen névet írjak be? Noah. Noah, mint a bárka? N-O-A-H. És a telefonszám pedig 766-79. És 766-79? Igen, igen, igen. Oké. Írjon nekünk egy SMS-t. Üdök egy SMS-t. Üttem. Jó, így visszaírtam. Rendben, köszönöm, Noah. Jaj, jó, várj, kicsit, akkor te ugye. Rendben, vigyázzon magára. Maga is, Fisztát. Fisztát. Aha. Itt meg van fordítva most a... Ezt meg kéne cserélnem a készfeltartást. Mi? De hol a Gedeon? Jó napot! Hogy van? Mennyire van jó az egészségi állapotod? Hát ahhoz képest, hogy 70 elmúltam. Na akkor azt a nyomba segítek nyitni az ajtót, jöjjön. Ó, már megint világít! Világ is kezdve. Patta nyomba, papa. Hova megyünk? Kirándulni. Nem látták a cimborámot? Egy másik öreget? Ott van. Ott van, akkor jó, menjünk. Robották őt is. Megkötözöd? Engem? Persze, amúgy nincs rá csak egy telefon. A telefonom van. Azt is én adtam neki. Igen. Visszaadtam. És mit nézzük meg? Hát az úgy jön. Mit szeretne megnézni? Ja, mondta, hogy kirándulni megyünk, gondoltam, hogy ilyen körbe vezetünk. Hát igen, de mit szeretne megnézni? Mit nézzünk meg? Nem tudom, mit érdemes. Én kapó vagyok mindenre. Megnézzük, hogy néz ki egy bolt? Hát megnézhetjük, még nem voltam. Amit, hogy itt nem voltam, máshol megy. Csavartam, maradj itt van. Szép. Szép ez a bolt. Hol maradjuk? Hát szétbe. Ja, jó. Na, vigyázz. Barátom, gyere. Jövök. Csak ne a szemembe. Jó. Jó napot. Bajat tegeződünk? Hát nem baj az. Ide átra. Jajajaj. Átkutatnak a biztonság, kedves, hát jó. Hát nincs itt a barátom. Azt mondták, oda visznek. A telefont visszakaptam, eskaladom. De visszaadod? Persze. Rendben. Jutasd eszembe, mert elfelejtem. Jó, hogy hívnak? Csak hogy tudjam, hogy kikeresik. Jordan, mint a kosárlabdázó. Aha. Persze. Jó. Csak nem Michael, hanem Kalács. Teljesen. Kalály. Kalács. Kalács. Ó, oh, oké. Okay. Ja. És így most egyedül itt várjak? De? Most egyedül kell várnom? Nem, még jönnek barátok. A cimborám is jön? Lehet.
Hát remélem, mert már rég láttam. Szagódok érte, hogy mi van vele. Nem halt meg a háborúba? Né, mert együtt jöttünk, csak külön géppel. Ja, értem. Lehet, hát elkavarodtunk. Hát remélem, ne nehézgessen. Hát milyen izé maga? Itt egy nyugtatástok akar tenni, vagy? Van nyugtatóbb gér. Nem, csak nehézgessen. Rendben. Akkor befogtam. Hát nem, buszáj, csak nem, mert mondjon ilyenek, meg halt, meg ilyenek. Meg ne világítson a retinámba. Maga volt a világháborúban? Just do it! Make your dreams come true! Én lakatos munkát végeztem, meg hát ahogy is 50-ben születtem, a világháború 45-ben véget ért. Világháború nem tegnap? Nem. Hát akkor te is lettél volna. Ja, tényleg. Hát tegnap már felült voltál, nem? Apja volt a háborúban? Hát az biztosan, igen. De visszajött, csak nem volt meg az egyik orra. Mármint, hogy egy óra volt, az sem volt meg. Szóval nem volt. Azt szép. Gyátlőttük, pukk. Hát lepukkant róla. Ez szerencsére csak az. Megúszta annyival. Értett volna rosszabb is. Azt itt mit fognak csinálni? Kinyitják azt a széfet? Kiraboljuk. Aha. Azt mi van benne? Csak pénz? Hát meg egy kis nosi. Adtam magának egy kis elemúrfiát. Hú, hát... Ó, hát ilyeneket én nem ihatok, hogy ilyen engyó ital a cukrom miatt. Az az a baj. De köszönöm. Akkor majd dobjál. Én akkor adom cimborámnak. Ülj le itt öreg ember, aludj egy picit, úgyis rátfél. Mindjárt hát aludni nem, de leülök. Leülök hát, azért. Megkérdezem a kezedet, mit szólsz? Hát de minek? Hát mit csinálnék, amíg de is ja, foglassam magam. Jó, én is tudsz szólni, oké, akkor itt leszek. Hát, meg az a baj, eldőlök, ha megkötöd. Ja, persze. Értem. Jó. Miért a... Ne, ül. Székre ül, van itt olyan? Aha. Igen, tényleg van. Jaj, nem így. Tuti elfutnék a múcs, hogyha izé. Cigit nem kér. Ó, nem dohányzom, köszönöm. Hát ez jó este van valami rövid. Ó, maga pöcsével gyújtotta meg. Persze, egy lámpa. Azt a pötyár. Szerintem úgy csinált. Na, majd gyújtom, csak most oda. Ó. Hát nincs valami italja. Mindig valami jó rövidet. Na, egy csöröm. Hát az is jó. De ez nagyon durva. Erős? Hát ja. Nem baj. Én is erős vagyok, ha megjártam már. Már olyan sok pite nem jártam. Meg öreg ember. Köszönöm. Most ez mi? Ajá. Oh. Jajjaj. Ez tényleg kemény íze van. Érzem benne az alkohol, de komolyan, ez nem hármas. Hát ez nem. Jajjajjajjaj. És akkor azt mondja, hogy a cimborám is jön majd. Remélem. Nem vagyok benne biztos. Hát egyedül ezek? Nem, más. Majd barátkozhat itt az emberek. Na, de mikor? Mennyi idő még? Ennyire kihaltak az emberek? Engem most vették fel munkahelyre, azt így mondom, akkor mennék. De így akkor nem... Szerintem volt idehozhatnám, úgy idehozhatnátok. Nincs valami rövid, hogy erre lenyúl oda. Bám, a börtön ablakába soha nem sűt be a nap. Az évek tovaszának. Most azt az én mondjam, börtönbe jutunk. Nem tudom tovább a szövege. Mint egy múló pillanat. Én tudom, jó nótás kedvemben vagyok amúgy is. Ragyogod, süt a nap!
És szikrázik a fény. Majdnem kijött a magas C. Szép volt. Milyen élet talált? Nem. Csak mikor iszok, akkor dalolok, mint a madár. Ja. Már mondták, hogy olyan szép hangokban. Hát elváltam. Miért? Miután meghalt. Ja? A maga özvegy. Igen. Elvált özvegy. Hát túléltem az asszonyt, ez is ritka, mert azt mondják, hogy a férfiak hamarabb halnak. Ez most máshogy volt. Elcsapta egy busz. Szegény kémet. És ön volt Csernobilben likvidátor? Nem, hát akkor nem lennék itten. Az veszélyes terep, akkor nem, én lakatos mester voltam. Üzembe. Pont akkor születem, amikor ez megtörtént, ez a baleset. Ó, és köze van hozzá? Mármint, hogy így, hogy vannak utónyomok, hogy így. Nem tudom. Lehet, hogy a világító geci megmagyarázza. A mondjuk lehet, az mondjuk lehet nem egészséges. Nincsen ilyen hat lábúja egy kezén, meg ilyenek? Nincs. Ja. Ja. Az nehéz kinyitni. Uh-huh. Azt mivel nyitják ki? Belerúgnak? Baltával. Baseball ütővel. Az, aki írik. Nehogy elkezd öreg ember véletlen. Ja, nem. Nem. Megyomtam volna. Akkor belevilágítok a szemedbe. Ja, ne csináljam. Összeesek magak a parföl. Nem játék. Ütött el az asszony. Ezek majd ő kiforja magukat. Szerusz, Dirion, Ali. De hogyha Raulékat akarjátok, akkor nagyon hamar vizsgáljátok át őket, mert valószínűleg lesz nagyobb fegyver. Raul? Spanyol? Ja. Ja, lehet spanyol. Annak is spanyolok, nem szeretem őket. Én folyton úgy köszönök, hogy olá, meg ilyenek. Fura a népség egyébként, mindig izé ölelkezdek, mindig olyan vidámok. Ja, kinézzek egy pillanat. Rendben. Ha eltekerem, hát ez nem is olyan kemény munka. Mit csinálom? Akkor ezt így eltekerem, akkor jó. De ne tekerd. Ne? Hát de nem olyan bonyolultnak tűnik, csak eltekered, azt kinyitod. Ja, csak belül még egy kombinációt meg kell oldani, és ez elég bonyolult. És akkor baseball ütővel azt mondod, hogy ezt ki lehet nyitni. Hát tudod, én lusta vagyok ízé fejben megcsinálni, ez baseball ütővel szétöröm. Hát mondjuk a nyersen, hogyha... Az mondjuk be szokott válni. Kéne valami muzsikot táncolnék. Már amennyire az izületeim bírják, ugye, mert messzesedik. De jó bicikli, csak nincs ott a gumi. Nézd meg. Jaj. Biztos a boltvezetői. Lehet, de haza hol van ilyenkor, az nem szokott bejönni dolgozni. Lehet, hagyja, hogy kiroboljuk, lehet kell jelezni. Vagy azt is fogok majd csinálni. Jaj, ne! Ne csinálja, ne fenyegessen! Kám nézze a dudákat itten! Nézd meg! Hey! Ó, de kiszáradtam! Jaj! Na most jött ki a határ, egy kis vizet van. Már elég nehezen bírom az a legember, tehát elég nehéz megfogni. Hát én ezt simán kinyitnám. Jó, akkor ne nyiss ki. Oh. Mert akkor belevilágítok a szemedbe. Ne virágíts. Én gyakran járnak így boltokra? Vagy ez így hogy szokott működni?
Amitán jobban fizet, mint a izé, mit tudom én, a golfütő összeszerelés. Most engem oda hittak. Úristen. Csöcsök és seggék a falokon. Nos, látok, hogy elmondom, aki most jött, hogyha ott, amit kidobál állandóan a robopotkány, hogy töltsed le, játék, arra a linkre kattintva rámentek, és letöltitek a játékot, és játszatok vele egy kicsit, akkor avval engem támogattok, hogyha megvan a 40, ilyen 40-40 ember ezt megcsinálja, most 10-et írott felül nekünk, már 2/10 megvan, már akkor is kapok anyagi támogatást, de hogyha meg kifullozzuk és meg lesz a 40, akkor viszont nagyon jó anyagi támogatást kapok. Ami azt jelenti, hogy fejlődik a csatorna. Szóval arra kérlek benneteket, hogy szeretnétek támogatni a csatornát, de esetleg nincs rá pénzetek, az nem baj. Itt a lehetőség. 10 percet vesz körülbelül igényben, és stream mellett simán, amíg akár telefonról is el tudjátok azt a linket érni. A telefonos verziója is van. Egy ilyen Heroeshoz hasonló játékot képzeljetek el, egyébként majd lesz belőle stream, mert az is követelmény a feltételnek. Pengessék a Dellát, úgyhogy erre kérlek benneteket, hogyha szerettek itt lenni, szerettek a streameket, akkor támogassátok a csatornát, hogyha megtehetitek. Van szabad 10 percetek. Reklámblokk vége. De mi világít? Nincs is sötét. Ó, meddig kell itt lennem? Az a baj, hogy most annak gondolkozok, hogy hangefektelni akarok. Hallod, szerintem itt a cimborát? Itt van? Na. Abba hallom a hangját. Tobel, hello! Igen, igen. Jani! Szevasz, Kedi! Szevasz! Gyere! Téged keresnek, hallottam hát én is téged keresnek. Az itt hátul. Hát ide hoztak. Mit? Mi hoztak ide? Én tudom, hát elméletig itt ki akarják nyitni ezt az évet. Jaj! Na hát akkor csak belehúztak a csőbe. Hello. Én mit mondtam? Hát, hogy téged megtaláltak, igazából mondtam, akkor vigyenek el. Én nekem is azt mondták. Nekik. Nekem is azt mondták, hogy oda visztek, ahol te vagy, azt idehoztak, azt nem is voltál itt. Ha most már itt vagyok végül, és szóval nem hazudtak. Aztán azt mondta a fickó, hogy lehet, hogy belezuhant a gépet, én meg aggódtam. Nem, de legalább együtt lehetnek, nézzék a jó oldalát. Hát végül, jaj, most boldog vagyok, azt én is vagyok. Drága angyalok, már el azt a bökőt. Ha megijedek, köszönöm szépen. Nem szalonnál teszünk, vagy nem világít a szemembe. Fölelősíti a szemüveg. Túl nagy volt a hamburger, félbe vágtam csak. Csak mindketté vágjon félbe, addig jó. Hogy állnak a két hülye. Na akkor ezt fúrjuk meg itt, segítsek. Mi van? Én is mondtam, hogy simán kinyitom. Na milyen jó táskát szereztél, neked is van. Hát igen, benne van az az egy darab telefonom, ami van. Ó, legyél most üres. Kis KP-n volt, de beraktam a bankba, ne vegyék. Jó, ja, hát nekem az sincs. Egyiknél csak egy nyalóka van, a másik volt egy kis pénz. Adott egy fiatal ember, pont ő a zseblámpás adott egy telefont, csak elvette. Na, aztán el is vette. Igen, hát akkor minek adta oda? Hát mert akkor még nem rabolt el. Ja, hogy akkor még nem rabolt el. Ez volt a csali, láttad, bevetted a csalit. Itt nézd a telefon. Szereztem munkát. Milyen bármása, még 5 percet szálltál le. Hát ott láttam, azt jöttek ilyen fickók, azt mondták, nem akarok dolgozni. Na jó, álljátok, mit dolgozó? Jaj! Ne világítson ma! De ne a retinámat! Megvakulom! Most merre? Előre menni. Előre! Megyek előre. Ma! Ó, magas ez jaj, a lépcső. A fal van. Jaj! Mennyire előre? Hát az autóhoz. Szálljátok be a kocsiba. Jó. Nem tudok vezetni. Menjél, Jani. Nem is kell, csak üljenek előre, a szépen. Előre szállhatunk, előre. Jó. Jó. Csak te szálljál, nem ülök oda a öledbe. Jaj, közben a kollégájuknál van a telefonom, majd azt visszakaphatom. Persze. Köszönöm. Hanyas vagy, 30-as? Nem tudom. Megrelés. Honnan tudjuk? Hol kell megbízni? Nem tudom, csak kérdezem, tudod, ezt szokták kérdezni. Ó, ez a menő. Hanyos vagy? Hanyos vagy, te disznó. Húha. Mi ez a környék? Egyébként igen, Dávid, elég 10 perc ingyen. Azt gondolom, hogy... Ez? Hűnye, itt még nem jártam. Szálljunk rossz környéknek tűnik. Igen, igen. Gondolom akkor. Hűnye. Az itt nem fognak piket megtámadni?
Hát nem valószínű, ha bár van kutya. Hát én csak itt van kutya, ki van írva, meg van figyelve akkor. Igen, igen, meg kutya is van. Adása jár. Kutya. Beszélyes. Igen, oda van írva, hogy vigyázzanak a kutyával. Vigyázz, kutya. Hát én szeretem a kutyákat, ők is szeretnek engem, szagolgatják a seggem. Hát visszak ő szagolni nekik, akkor meg barátkoznak. Hát egyszer próbáltam, de az túra volt. Szevasztok, öregeim! Szevusz! Szevusztok! Milyen pálya volt a pálya? Hát... semmi sem. Nem sok. Nem sok? Azt ugye... Holta voltunk hátul, azt most meg itt vagyunk elő. Jaj, változott a terv. Féljétek csak! Leültök oda, kicsit kötögettek, meg minden, hozunk nektek újságot, jó? Hol az az oda? Keresztrejtjén, mindjárt mutatja a faszimit ezért. Ide a ketretbe vitt fel őket addig ott. Terítsd le nekik egy potrú, de potrúcot. De most mi? Nem jó. Kell, nem, ne találj fel, ez megállasszunk, Göci. Hát már lassan van a ketyegő, nem az igazi. Gyertek, öregeim. Nem tudok, ma is sem olyan csinálni. Nem tudja, hogy az öregeket fel tudjuk itt pakolni. Igen, amúgy valami ülőke. Az egyet, vagy párna is elég. Meg egy, hogy hívják, egy popkrucot is lazán már egyszerűségekkel van. Főfázunk, aztán. Kijön az aranyér, az nem játék van. Hát igen, igen. Tegnap is ott ültem a kemény padlón a izébe, a Nemzeti Bankba. Mindig abban szeretnék vinni. Jó, akkor segíts be őket oda, azt akkor hogy hívják. Semmi traklódra. Ide fő. Ide a virágágyásra. Nehogy ráülj arra a kaktuszra. Nem, ide neki dőhetek. Hát menjetek be oda a ketrezbe, papi, itt van. Ez a dobozok elterültök ott sokkal jobb. Ó, hát én ahogy mászok föl arra. Ó, de fő már. Hát persze. Meg is felé, segíts. Tartson bakot. Na, gyere. Itt nekem is erő. Jajó! Nekem is ennyi! Azt üljetek le, gyere jadra! Egy, kettő, három! Húzlak! Aztán... Hoppá, óvatosan! Ó, jaj! Valami morog itt amúgy! Ja, a kutya bukja. Kiskutya! A rohadt mindegy! Kisnutyúj! És most ez ilyen csirke ketrec? Vagy... Nem, itt tartjuk a túlzokat. Az öreg ketrec. Amúgy ők öregek, de nem másznak ki, ez okos. Az biztos! Betesznek minket, ide már nem megyünk ki, csak helikopterrel esetleg. Hát igen. Na és milyen volt a repülőutat, ha már ide kerültünk? Meséljék már valamit. Képzeld, elvesztettem az összes csomagomat. Neked is elhagyták. Neked is képzeld. Volt egy kis apróm, amit az én falzsebénbe hagytam, azt annyi. Láttam egy gyalókáját. Azt kaptam tegnap gyalókát. Kéri? Nem. Akkor elszopogatom én. Cseréljünk, uram! Maga kapja a nyalókát, maga meg visszaadja a telefon. Köszönöm. Mi ez? Kávé? Még nem iszom meg a kávét, mert vízhajtó hatása van, aztán nehogy itt összepisáljam magam véletlenül. Te ízi cukrot? Most hogyha szomjas leszel, meg fogod inni. Hát cukrod az hogy van, Gedeon? Cukrod? A cukrom? Hát tudod, mindig jó magas. Hát azért, mert nekem itt adtak ilyen cukros italokat, de azt nem bírom meginni. Nem tudod. Nem nagyon, hát én is a cukrommal küzdök már mióta. Hát figyelj, ha nem eszel egy darabig úgyis levegy, akkor indult ki. Hát majd a halál árnyékába. Hát megoldjuk szerintem. Én most ettem nemrég, benyomtam egy, mit ettem várva, és ittam egy Top Joint. Az is jó édes volt, mint az élónyál. Meg mit ettem mellé? Azt hiszem valami hamburger volt, vagy nem tudom, ilyen benzinásos. Én már mi steaket ettem, vagy micsodát, az jó volt. Nehéz volt megrágni. Hát a te fogaddal a steaket megenni. Hát az volt. Te. Mondjuk nekem protkó van, már az bírja. Mutasd! Na, nézd csak, mit csalgatnak a rökkön kütyükök. Azt a betya, megnyitom! Fortunálod! Az összes! Mármint az összes ki van cserélve. Hát de mennyibe került, azt mondjad? Ja, át a TB. Ja, álljél! Ó, hát nekem is képviséget volna menni. Na, szórakozz meg az öregeket, mert elég ízé. Mi ízé? Üdvözlöm Önöket! Jó napot kívánok! Szép napot, fiam! Hogy van? De ritkán találkozni ilyen szép korban lévőekkel a városban. Hát igen. Igazán örülök. Hamar halnak itt az emberek, vagy micsoda? Na uram, hát miért kell ilyen csúnyaságokat mondani? Mit mondod? Te hallottam. Ezek tények. Hát... Hát meg amúgy mi azért jöttünk a mulassunk, erre itt vagyunk a csirkeketrecbe. Hát végül is csirkeketrecbe, még nem voltam. Meg kell élni ezeket a dolgokat. Hát az is hát igaz. Hát nagyon jó szóra. Ugye azért, ilyenkor csipog az EKG. Hát biztos. Én inkább attól aggódok, hogy kiszökik a buksi. Az megrágja a seggemet. Ja, de nem jön be ide a kerítésen belül, hát de marad. Megbászó kutya.
A kutya bemászik a lukon. Milyen? Hát nem izé kicsi. Hol van a kutya? Morog nem hallom. Ó, hallom. Ott morog. Jó, hát az aggodalom az valós. Hát én már elfutni nem tudok, inkább rákja meg a bokalma szondra. De mondjuk, kármilyen lesz. Azért a remek Prox papucsért. Hát amúgy igen, egy volt a piacon, meg is vettem pont jó rám. Még hogyha itt a kis izé fülét hátrahajtom, akkor tudok benni futni, és az a ilyen akció óvatosan, volt. Óvatosan azért. Ebben a korban már elesni nagy ügy. Hát igen, az már biztos, hogy kórház, combgyak törés, meg hasonló. De uram, maga mit ad rám fegyvért? Nem, én már sasztottam, csak úgy a távolban nézelőtt. Hát jó, hát valóban rémisztő. Hát azért... Nekünk nem jó a szemünk, nekünk van szemünk. Nem, azért leértem én már, ami nekem volt, csak érted az én. De az urak nem szolgáltak háborúban? Már nem, én is de hát azért annyira öreg nem vagyok, fiam. Na, de nem is erre akartam én külködni, tényleg ne vegye. Második világháború, vagy mi ez? Ne vegye személyes sértésnek, kérem. Nem. Én nem sértődök, hát, meg én mínusz 5 éves voltam, mikor a második világháború véget ért, úgyhogy nem. Mikor születtél, Jali? 50-ben. Te is? Te is? Én is. Micsoda? Hát akkor lehet azért találkoztunk mi úgy annyira, lehet osztálytársak is voltunk, csak ma nem emlékszem. Hol hát csak biztos, olyan biztos, hogy szart. Én vágtam a haját neki fodrászkoromba. Komolyan? Komolyan mondom. Hadd nézzem azt a frizurát. Hát ezt már nem én vágtam, már remeg a kezem, tudja már. Hát mondatól lehetne nagyon igazán érdekes. Nagyon kócos vagyok, nem venném le igazából. Jó, rendben, Isten ments, hogy megalázkodjon. De hát én, hogyha én maximum a kopaszt vállalom most már csak a kopasz frizurát, az a benne. A remeg ő kézzel is működik. Az biztos, a remeg helyette a gép, tudod? Hát meg azt egész könnyű kordában tartani. Persze, ott nem lehet elrontani, bőr alá, ha nem megy. Így van, bőrhaj, igaz? Bőrnyakúak. Bőrnyakúak bőrhajjal. Én. Ura magának ilyen izomrángásai vannak? Ja. Akkor a kalcium, magnézium, azt kell én is azt szedem amúgy. Szerintem tornázik, sok volt az ilyen izi kazetta, tudom így. Tényleg, hogy érzik magukat? Szabad kérdeznem? Hát, voltam már jobban is, amikor nem voltam elrabolva, ugye? Na jó, ez természetes. Koromhoz képest amúgy jól érzem. Én is ahhoz képest, hogy 50-es vagyok. De már megint mélyt, de miért kér? Hát meg se szólaltam. Lehetne az abban? Na, segítek átugrani meg. Jó van, de ne a fegyverekkel. De most jövünk mi tartnánk fegyvér? Nem is értem, megyünk ahova kell, meg minden azt mutogatják a pisztolyt. Bakkosszak, szorja. Jaj! Bassza meg! Na, hát Isten, hát magának nem tartottak bakkot, az volt a plan. Na, mehetünk a izével. Kedinekkel, vagy mi ez? Melyikkel megyünk? Taxis úr, jöjjön. Milyen sok kocsi van? Valaki pattanjon be ide mellém is. Jordan, nem kell a kurva pisztolyt állandóan tartani, geci. Ebbe? Na, jövök akkor. Gyerek, hogy valaki a másik papit vigye már. Jövök ide. Itt van rajta még ajtó? Nagyon fajn ajtó. Gyertek, mutatom, ahol vagyok. Küldök meg Kodit mindenki. Istenem. Jó kezdődik. Miért van olyan érzésem, hogy NFL sokkal többször fognak elrabolni, mint bármi máshol? Meg vagyunk, igen, visszük át a túszokat. Mindig változik a terv, csak mert már a harmadik helyre megyünk. Nem, csak már a harmadik embert kellett lelőni. Ó, de... Nem adják meg munkat, kéretik. És hogyha segítenek nekik a mentőség, akkor tudod, hogy a papi. Ja, hát jó, csak a cimborája meg itt tartja a fegyvert, nehogy véletlen elsüljön. Tehetek már utolsó kódira azt, hogy hívják? Túlcokat hagyjuk már itt, azt menjünk gyorsan. Itt hagynak? Nem vagyunk itt, Jordan, mindjárt vigyázz rátok. Ja. Mi van, Geci? Hol vagytok? Jajózza ki mutogott a fegyvérrel. Jaj, váltottam szervot. Szia, Armin. Megpróbáljuk itt is egy kicsit a dolgokat. Szadjam, hogy... Nem kedves. Jajó. Na jó, Jordan. Vigyázz rá. Kezdtem tartó. Jó, vigyázz rá. Hú, Jani. Beszúrtam magamba valami lószart. Mit szúrtam? Fájdalom csillapított, hogy mentünk valami deg. De mi vénásod? Tehát az... Nem, comba, izomba ment. De te nem is vagy orvos, hát ne szúrkálj magadba ilyeneket. Hát most már mindegy, már beleszúrtam be, de kibent valami oszlopnak, ott megrándult a telekom. Jól van. Szörnyen most nézett jól. Ki. Most már jó vagyok.
Da szegény, meg da dácos. Még nincs. Szarul is keres, azt nem is rabolják, szegény. Szegény. Gyere úrám, kicsit arrébb jöjjön. Ezért burger shotos. Jaj, de ne bántsa. Te is látod ezt a tűt itt előttem lebegni? Állj már meg. Látom, hát te hozzád rogottam. Várja, ezt ilyen gravitációs erővel tartom. Ne, visszak, lehet véletlenül protézise az úrnak? Lehet amúgy, a mágneses. Ah, igen, én is erre gondoltam. Lehet. Hogy mostanában szokott lenni ilyen biztonsági golyós mágnes golyó a végén. Igen. Hát nem tudom, lehet, hogy a miatt. Ezért kiveszem a zsebedből össze a telefon. Hát, ha iszok egy kávét, akkor megjavul. Á, nem szabad már ilyenkor kávézni. Az mi ez itten egyébként? Ez ilyen gyártelép? Hát nem lett jobb. De a kávét megittam. Hát ez annak néz ki. Uram. Megsértette? Meg, biztos megbántott. Lehet, nem tudom, de nem válaszol. Ja, elnézést, bocsánat, kicsit a hangszájáim. Telefon, úgy. Kiveszem, hogy... Rebben, elnézést. Mennyi telefon van már? Még egy ilyen nála. Telefon, hát, mindenkitől lővette. Kaphatok telefont, én is. Mi van még nálad? És egyébként hogyan boldogulnak az urak ebben a hovai modern világban? Hát nehezen fiasta, mit kell nyomni a telefon? Hát én nem szoktam telefonozgatni, van tévé. Ott mindig igazat mondanak. Én azt szerintem egymást keressük. És engem keresség itt? Hát én már nem keresnek, megtalálta. Jó. Szerintem meddig leszünk itt? Én nem tudom, a múltkor ott a Nemzeti Banknál egy órát ültem a hidegkövön, képzeldi. És nem fázott föl? Hát majdnem, ha annyi híja volt, hogy kevés. Tényleg így golyóbisok még azért működnek? Nem értem, hogy miért kérdezi mindenki ezt. Tegnap is megkérdezték, csak hogy a hideg működik-e. Felfázásra való tekintettel. Ja hát, pisilni tudok rajta, más meg úgyse csinálta. És hát nem, de nem a golyódon pisilsz, te bolond. Hát, de köze van hozzá, nem abba tárolódik? Hát nem. Na de... Hányos mondják biológiából? Nagy? Na mindegy akkor. Ebben na. A korban mire számítson egy magamfajta fiatalember, hogy még tud majd boldoggá tenni nőket? Hát mondjuk úgy, hogy úgy már nem elmegy a kedved egy idő után az asszonyoktól. Hát a reggeli merevedés az a derekadban lesz, nem a alul. Igen. Az a mai nap is jelentkezett egyéb iránt, meg kell jegyezzem. Akkor kezd össze átalakulni. Ez egy átalakulási folyamat. Így van, mint a farkas ember. Offene 21 éves vagyok, hát mindez. 21, ó, bizony, akkor még távol korán kezdted. Hát, lehet, hogy a sok kicsörgés a taxiban. Erősíteni kell. De akkor ott én már 23 voltam. Hát azt tudom, tudom. Veszek a mi időkbe, ugye? Tankkal mentünk iskolába. Tolták a tankot, nem igaz? Hát igen, elég kötöttük a lovat, azt hagyd mennyi. Önök voltak a fegyverek. Ah, az biztos. Eszünk olyan éles volt, hogy fegyverek voltunk. Az biztos. Te Jani, most nézem, most borotválkoztál olyan szép tiszta az izéd. Hát még a gépen. Pofád. Akkor még volt a csomagom. Budiba. Hát a budiba. Nézzek én meg tiszta borosta anyag, nem tudta normál semmi borotválkozni. És hát ne vegye magára, de tényleg így van. Kár volna szépíteni a dolgot. Hát igen. Az a baj, hogy ezen a olyan a bőröm, mint a régi cipő. Ilyen rongyos, büdös, még ilyen... Széttaposott kozák sapka, arra gondol? Az. Aztán már a szőr se úgy nő rajta, csak ilyen fótokba. Ez is azért van, mert golyódból pisíz. Mondtam, miért atlan ez az öregség? Nem onnan pisílek, ott tartom. Hát most mondtam. Ott tárolom. Megnézettem azért. Biztos egészséges az? Nem tudom, lehet meg kell nézni. Lehet, hogy valami benne nő. Mekkora egyébként, mint egy kakaó zacskó? Nem. Ah, mint egy pingponglabda. Ja, hát... Vagy az jó méret? Nem tudom, nem néztem másét eddig. Én de hogy szerinted mennyit pisíz? Én? Hát igazából most is kell. Szerinted az elfér egy pingponglabdába? Hát mindig kicsi. Termelődik. Azért kell nekem mindig pisíd ember. Érted, meg kevés. Ja, fél. Kicsit nyomsz, de gyorsan, vagy sokszor. Sokszor kicsit. Igen, értem. De mi akarod nézni most már, hogy... Hát talán most már érdekel amúgy tényleg, mert... Na várja. Gyere, menjünk hátrébb. Várja, kérdezzük meg a rabló urat. Mert hogyha elmegyünk csak úgy, akkor lelő minket. Megnézhetem a tökét, mert azt mondja, hogy ilyen furcsa rendelőségek vannak. Itt a dobozok mögé vennénk csak. Minek? Mert azt hát mondja... Hát dumálgattunk, aztán be akarja nézni. Hát hogy érti, rendellenes-e a... Zacskóba.
Uram, azt mondja, hogy a tökéből pisil. Szerintem az nem normális. De nem az ödét de kell. De nem az övét akarjuk megnézni. Nem, az egyévet akarja ő megnézni. Igen. Vagy ez a kontroll? Ez kell megnézni. Ja, hogy maguk szégyenlős ez. De én hát... csak ő. Hát én egy kicsit az vagyok őszintén szóval. Valaki vegyél már tőlem ezt a tűt. Majd mikor végeztünk a rablással, az utána megnézitek. Cső, én be... addig nem tudok. De... de nézd csak, Gedi! Aj, akkorának kell lennie. Ekkora. Hát, hát körülbelül ekkora így szétibe, csak... így hosszában nem tudod, mik van nyúlva. Ja, tiéd van megnyúlva. Ah, mint a... hát tudod, mint a... ki tudod feszíteni, mint a teniszítőt. Hát olyan, mint amikor egy... nejlon szatyorba beledobsz kettő narancsot. Aha! Üti a bokálat. De tudom, én is azért veszek ilyen flexibilis izét, olyan, ami fönntartja. Bilit. Flexibilit. Megbocsássanak. Igen? Tessék. Csak be akartam egyezni, hogy az úrnak az a, az a Gucci táska, az szánt szándékkal az, vagy... te Gucci-t vagy veszél? Csak véletlenül. Mi az a Gucci? Mi az a Gucci? Aha, utasd. Jó, rendben. Azt hittem, hogy... vagy nézem. Csak érdekelt volna, hogy... jaj, azt hittem, mégis... hogy Gucci van ráírva. Jó, hát nem is tényleg mi van rájövő, csak megvettem, mert praktikus. Juci táska. Praktikus, valóban. Az de van, látom, hogy itt van. A... ne ezzel lopják el. Tényleg a kínaiba vettem az egyébet, belefér, telefon, barkarik a kóbász. De hát feles telefonunk sincs. Tehát nekem eddig se volt. Elvették egyszer, azóta elvettem újra felesnek is. És egyébként nyugdíjasok? Igen, kis nyugdíjasok. Kis nyugdíjas, hát, ez csak természetes. Nyugdíjas vagyok. Na inkább. Végre, nem egy szerény nyugdíjas. Általában önök ne vegyék magukra tényleg, mindig csak panaszkodnak, mennyire rossz a lét. Hát az de, is. Amit elfogadtuk. Menj főfele az ára mindennek, az alajnak, a paradicsomnak, a paprikának. Ma nem is veszek. Hát vegyem McDonald's-ba hamburgert. Cső, de az meg ilyen műkaja, nem? Műkaja? Mit? Ha műkaja, nem? Én nem, nem műkaja, uram! Miből van a műkaja? Ha miből készi, mondja akkor itt a benfentes. Ha friss alapanyagokból, uram! Hát jó, de mik azok az, a fissek? Tudja meg, mi az, hogy napon érle finom paradicsom? Biztos tudja, mi az. Akkor biztos, hogy drága paradicsom van benne. Na de télen honnan szerzik be? Na, Úristen! Itt paradicsomot teszünk bele. Nem jó, és hát akkor az utaztatása az zöldségnek, hát abban mi minden kerül bele. Hát igen, sajnos télen, ez már de nyáron azért... konzerv paradicsom, mehet az bele, azt jó az. Vagy esetleg aszalt paradicsom. Na mondjuk az lehetséges. Igaz. Ez egy jó ötlet, hogyha így mondják, akkor lehet, hogy be is ajánlom így a cégbe. Aztán szaladás, izét... menjetek be most. Mi? Ez alá, ide. Jajaj, esni fog, vagy micsoda? Lehetséges, mi kicsit porús. Szóval, hogy izé... ilyen szaladnát szilahagymával árulnak-e? Nem, egyszer kedves, egy szagész. Nem tudja, hogy nem értem, nem értem. Fura amúgy. De most csak egyedül van ott. Körbeálljuk, azt megverjük. Hát most ne haragudjanak, de... nem tudsz ilyen hagyművészítettük, hogy önökre? Így. Oda megyek, hogy lebokszanom. Nem tartom én ezt jó ötletnek. Hát itt van két erős fiatal ember, bár itt lehet, hogy össze van bilincsén. Mondjuk azt, hogy egy is felett érünk, te még akkor fel, fejjel meg ruk. Meg hát ugye aztán meg is vagyunk kötözve. Én nem kötöttek meg. Én meg vagyok. Ja, akkor nem is láttam. Rugsz meg fejjelsz. Mit a ló? Előharap hátul. Hát hogy jártunk volna. Nem a bika, az fejjel meg a kecske. A kecske is. Meg a kos, felejtsük. A kos. Igen, okos. Na de az mekkorát? Hát legalább kettő. Parkinson. Na egyre több és újabb arcok jelennek. Good loop! Nagyon szépen kösz a követést, mint a potkánk. Lehet, hogy még a napregén tudunk kanasztázni is egyet. Tűd, azt nem tudom. A kanasztát nem ismerem, én passziánszozni szoktam. Mi van, hogy kell szabad idejüket? Hát... tévézik. Tévé, ja igen. Meg mit csinálunk még? Mi az? Malam? Én csak tévézek. Ja, én azt szoktam, majdnem. Nem unják ezt a sok kötött műsort. Dehogy, mi hát itt nagyon sokat választék, a FEM3, a itt a Vizaura TV és a többi. A Sorozat TV, basszus, ne maradok! Ó, a Szulejmán már nem baj, vissza tudja majd nézni, ne aggódjon. Én beállítottam, hogy fővegye. Vettem ilyen üzét. Ó, mert te értesz hozzá, én meg nem. Hát a Mystic TV Go, az mindig visszajátsza.
Hát nekem azt se tudom mi, be van kötve a izé kábel, azt hadd menjen. De, ahó... Hát akkor nem csoda, hogy lemaradsz róla, majd átjössz hozzám. Nem hiszem el. Lemaradok. Annyit beszélnek. Nem hiszem el. Ó, a fenébe. Hát ez ilyen. Az élet vége olyan, mint az eleje. Beszarunk, meg ilyesmi. Ellátásra szorulunk, meg sokat beszélünk. Ott egy helikopátér. Az hova megy? Hova? Tényleg. Ottan megy. Az is ide jön? Nem tudom, azt is elfogták. De kellem csúszival. Megkérdeztem, hogy ezt a tű, ez mikor fog ide eltűnni előlem? Fokkal van. De ez itt lebeg már egy ideje. Szulejvál. Igen, bonkáló. Igen. Próbálja meg majd a legközelebbi WC-zés alkalmával kiúzni, hát ha. Hát de ezt itt lebegtetem szerintem a mágnes és tért szalagom. Az lehet. Lehet, az lebegteti. Hát vedd le. A tért szalagom. De benne van a térdembe, te bolond. Ja, hogy olyan. De miért mágnes és itt raktok bele? Nem tudom, orvos mondta, hogy az... Az hogy főszesz minden anyacsavart. Többbe kerül, tudod, még jobb is. Aha. De lehet, hogy nem jobb, csak többbe kerül. Ja. Hát szerintem inkább csak többbe kerül. Jó, de legyenek ilyen rosszindulatúak. Mindig ezt csinálják az orvosok egyébként. Hát nem mindig mindenki, csak úgy esetek 90%-ában. Ez az igen van. Hát ide ez ilyen. Tehát most valaki szereti valakit. Hova? Már megint. Nem tudom, ott mondták, akkor megyünk. Kirándulás. Kis, hogy most már ezután, most már mutat nekem valami kirándulásot, most már. Mi? Mert te kirándulnál? Hát mondta, hogy mondták, hogy megyünk kirándulni. Kirándulás lesz persze. De velem is nagyon csak ilyen romos épületeket láttam, meg boltot. Csak a kése nem tetszik. Valamelyik öreg pattanyag pedig. Melyik? Menjenek. Jaj, menjétek, menjétek. Jó, oké, okay, megyek. Bocsi, egyen bel. Új, mert. Falanosok motorosznak erre felénk? Kit érdekel? Kit érdekel? Ez a bármilyen. Rakd be a túlszokat, jó? Rakd be a sokat. Ez vándorlás bazdik. Annában nem lehet többen bolond. Majd rasta pont jó lesz. Még egyenlőre gyertek kicsit előrébb az autókkal. Faszom, ott menj már előre. Csorda. Menj be előlem. Álljátok be ide, aki készen van. Azt szólva, amit megjött a kártya. Elszefutottunk, most már meg vagyunk. Megszeretettek, akkor robbanunk, jó? Egy órája vagyunk. Csak egy azt, ha még előbb visszajönni. Bocsánat, kis ölegul. Ölegul. Én igen, mondja. Igen. Én szerintem pár szót váltok az a kis burdis ölegulral. De figyeljen már. Igen. Halló. Figyelek. Igen? Figyelsz? Igen. Hú. Oké. Gyere vissza, vegyél fel. Jól fogad. Jól beszélgettünk, ennyit akart. De nem tudom, Rotti van már. Szeretes adatta. Nincs, majd pont nincs. Vagy mindig van. Na azt mondja, ez a öreg, hány éves van? Na mindegy, majd beszélek. 71. 71. Gyorsan elment az idő? Hát most így visszatekint eléggé, igen. Itt a tegnap lett volna, hogy beszartam. Ja, amúgy tényleg be... Ja, várjál. Hát 50-ben születtél, öreg? Igen. Lehet, 71 vagy. Igen. Ezt mondom. Hát, nagyon fajn vagy, geci. Hát ahhoz képest, hogy milyen öreg vagyok, ahhoz képest tényleg fajn vagyok. Unokák? Unokák megvannak? Hát van egy fiam. Az egy léhűtő. Léhűtők? Tudja, de hát egy darab fiam van, de neki nincs asszonya. Kölöttnek a lúrkója. Ilyen izé naplopó, munka nélküli, még semmi. Ki is tagadtam a picsába. Az azt, hogy meg elcsapta egy busz. Tényleg? Alkoholizál? Öreg vagy. Nem, csak nem nézett szét. Nem. Ja, én? Ja, hát én tüskét elfogadok a ma. Tüskét? Tüske nincs abban. Hát ittam egy sört ott a bódba, adtak egy stampót, mi öregek? Hát akár. Nem tetszik hát? Na, örülök neki. Kitalálom, ön terébe dolgoztak, mi? Nem, lakatos mester vagyok. Lakatos? A gyárba voltam, ipari gépeket lakatozáltam. Hogyan foglalkoztak korábban?
Amit, hogy érti, lakatos voltam, azt is elégettem. Oh, wow. 50 évig. Egy életen átfodrászkodott. Erről van Pisti. Hát, egy életen át a 20 éves korban. Képzeld el! Gyere vissza, és akkor felvesszük még ezt. Hát az egy ember öltött. Most félre hát, Jordan, te fogod vezetni ezt az autót, jó? Ugye engem borbéken, de onnan pénzak bementem a fodrászalom, mit hoz, Rasta? Mondtam, hogy gyere ide. Ja, jó. Meg hát, nem ahogy én nem vagyok. Ja, akkor most te... Jaj, ne kötözzél már meg! Nem vagyok benn fent, de mintha kicsit káosz lenne, hogy nem tudom. Hát csak sokat beszélnek a túszok. Jó, van akkor. Aha, hát ez előfordul, hát szájuk az van. Én meg vagyok. Szint úgy. Hát kár volt, akkor nem tudom. Örünk, Rasztát kidobjuk a kopogtatónál. Mi meg megyünk a izéhez, jó? Kötöm be az... Oké, és értető? Ennek egy kész. Én kész vagyok. Én nem megyek sehova. Szervus Zsolti, Ali. Mi a helyzet? Le van engedve egyébként felül a tető. Ajjajjajjaj. Bejön a szöcske, vigyázni kő. Ráugrik a nyakadra, aztán kimész valaminek. Hát. Annak balesetik. Nem tudom majd benyomni. Meg kell csinálni a TS-t. Jó, mindjárt. Várjál csak, valamit elfelejtettem. TS-ben azt a hangot nyomom, amit... Amit... Igen? Majdnem valamit elfelejtettem. Mi csodál? Hát, mivel raboljuk ki ezért? Hát mondtam én, hogy itt kavalkád van. Helyettenség. Hát, azért már este van, tudod. Mióta nyomod? Körözzetek, jó? Körözzetek. És úgy, mint a legutóbb. Nem sok. Figyelj csak, kivesem a slusz kulcsot, jó? Jó. Mindjárt jövök. Oké. Csak körözzetek. Az a baj, a TS-be belevezetem a voicemod hangját, ami adja a hangot, akkor recsegek nekik. Azért, mert használja az OBS is, meg használja... Két program használja, akkor már szarik a vodmod. Vagy vodmod, voicemod. És ezt próbálom kigondolni, hogy hova kéne bevezetni. Kell még egy program, bassza meg. Most ebbe a streamben nem... Egyelőre nem menjetek oda be a izére, jó? A lesznek hangok, meg... de a következőben lesznek majd. Ne aggódjatok. Jó. Arra figyeljen már, hogy a lehet ne ugrassunk akkorákat, mert leszakad a lépem. Igen. Nézd, de még ez itt. Sárga füst. Hát, sárga. Hát a mai világot már én sem értem, mert régen füst, mint fekete volt. Mindenki megvan? Nem DS-re le, Milcre megy. Negatív, Pityu. Üldözni? Milc kamera lesz. Jó, Pityukám, lassan üldöztes magad. Jó, hogy ne törd össze, még a Brian kiveszi a izét. Na, páncélapló. Meglegyünk, jó? Én csinálom combnyaktan is. Okosan. Illetve mindenkinek felhívom a figyelmét, amit kiírtam bejelentésekbe Discordba. Discordra, hogy most nagyon egyszerű módon van lehetőségetek támogatni teljes mértékben ingyen a csatornát. Körülbelül 10 percet veszel az életetekből. Úgyhogy, ha már tehetitek, akkor azt nagyon-nagyon megköszönöm. Aki addig megvan, és túlszokkal van, küldökkor így gyertek ide, jó? Igen, ugye cserélhető obbi az alap szempont. Mert cserélhető obbik azok sokkal jobbak. Ezt jól megmagyaráztam. Oké. Ide jöttünk? Ja, mindjárt még egy emelettel lentem megyünk majd. Ó, a fő dalattán csatornát törték föl. Fő dalatt, igen. Ó. Hát jó, akkor, most... akkor mindenki jöjjön ide, jó? Pénzszerűt, ha megindultunk mindenki a izébe. Szépen, gyerünk egy-kettő! Jaj! Mi van? Mondtam, hogy ne ugrasson! Jaj! Ez nekem jó vagy, papi? Hát a lépem ugrál. Jó, tényleg. Hát nekem már nem tartja úgy a dolgokat. Kérünk nektek infúziót, jó? Nem infúziók, csak jobb sofőr. Jobb sofőr? Öreg, hát tudod milyen jó sofőr vagyok? Hát nem tudom, mert máj lesz Jordan. A kitós. Te ne vezessél, mert... Bazzunk, faltófalig. Jó, gyere, öreg. Jövök.
Figyeljetek rá, szavasz. Mondjad. A halmi. Gyere utána. Elhagytam a sapkámat. Kiesett az tetőm. Hát mondtam, hogy be kéne csukni. Menjem fel itt öreg. Jó, itt van. Jó, semmi. Meg vagyok. Kiragadt a tetőre. Merre? Itt előre egyenesen. Jaj, jó, jó. Itt és ide üljön le szépen. És hogy nehogy véletlen belém döfi azt a bökőt. Nyugalom, nyugalom, profi vagyok. Jó, csak megbotlik egy csigába vagy valami. De? Jaj, hát én leülök. Hogy van Jari bácsi? Hát, hogy is mondjam. Ezt nem hiszem el. A hideg kőre. De már nem, most már nem vagyok a jobb itt voltam, már kicsit türelmetlenkedik. Ülhetsz a dobozokra is. Hát, akkor ráülök a dobozokra. Gyorsan, gyerünk. Várja, nem férek oda. Gyerünk. Jaj. Mi az? Mit vittek azok? Ó, nem kell mindenbe belütni az órát. Nem tudom szerintem, de szépen fölülti oda. Hát ott amúgy nem tudom beleülni az, hogy túl magas. Igen, tudom, véletlen rossz gombot nyomtam. Akkor én meg ide dőlök. Szia! Szevasz testvér! Fekvés nem tudom. Az egyesek vannak itt. Hát itt ilyen össze-vissza, kaki hész kaosz. Hát nincs ott tisztem. Ha mindjárt itt tisztél, összecsap két banda. Oda néz! Úristen! Amiket te bántsana! Én jó, nem velük vagyok. Miket te bántsana? Túszok vagyunk. Azt a kurva, te öreg vagy. Az biztos. Köszönöm. Ez egy bók volt? Úristen, ordítanak is! Ez ijesztő! Már nem tudom, hogy rakom fel a kezem, ha meg vagyok kötözve. Engem nem kötött még senki. Hát nem a csávon. Ne! Oj! Én. Ó, üdvözlöm. Ne idegesítsen fel a gyermekeket. Húlt, mi történt? Ez egy személyes jótétemény részükről. Aj, ne bántsanak! Jaj! Jaj, fölállok már, nem bírok ülve lenni. Hát... Én azt sem tudom már, mi folyik itt. Kézbanda háború, Jani, láttál már ilyet? Hát nem. Hát ha még nem háború, majd lövődöznek akkor ezt. Makos hogykán ilyet nem látunk, az biztos. Te voltál, aki elvitt a kocsimat tegnap. Ugye? Nem voltam, én voltam. Itt most mi lesz? Én tudom, szerintem meg fogjuk úszni. Azt mondom? Hát remélem legalább is. Jó lenni. Ezek valami katonák, mert sisak van rajtuk. Pisti, eltűnt. Te nem voltál azért, katona? Nem voltam, lakatos vagyok, nem katona. Mondom, hogy makkos, hogy kára nem jöttek sorozni. Nem, hogy a madár se jár arra. Nem, hát ott a fűsödé. Ez kurva jó. Nem, hogy már leértem a magam itt, de azért nem kijön előjenek. Hát azért én se szeretném, hogy hamarabb vége legyen. Tehát ennyi hangzolva... Egy bulizni jöttük, látod, most itt a buli. Álljon a buli. Úristen. Na hát, üldözött bőr. Magas, hogy kölyök vagyunk. Vad. Szóval a vadászból lett a vad. Hát de akkor most mi mik vagyunk? Nem tudom, valami szürke zónában lehetünk. Nagyon vad. Dupla vad. Hát, jó. Csak meg átűz belőtt a nacilat. Fú, abbasz. Hoppá! De tettem a kezem, mert kicsi zsibban. Azt szerintem tedd le most van. Jó. Fejvet kiúzom innen a nacittól szépen. Hallod, én itt megesztem ezt a hot dogot, itt van a zsebemben, egy kis kacsomba. Itt a tal, nekem van pár nugget, szem oké. Elvileg van. Itt a zsár, utállok valami. Lehet, le kell állítanom majd a hallókészülékem, nagy ez a hangzavar. A szondod? Hát lehetséges. Hát te meg alig hallok valamit. Te várjál neked új a szemüveged. Azt nézem, szép fekete. Ó, nem, még vettem. Visszakupolgattam rá. Hát én meg a régit használom, szódás szifon. Hát de. Vastag, nekem olyan kő, nem látok rendesen nélküli. Ja, hát én meg nem hallok nélküli. Jó van. Nálam van. Ami velese. Hozok még egy... Se vele. Ja, hozzá. Se nélküli. Nem tudok. Né, tele van telefonnal a fő. A telefon a földön, ott az enyém is. Várja a nevet fő, mert aztán lelőnek. Lelbum, majd utána visszacsipünk értük. Kikapjuk belőle a kártyát, aztán... Jó lesz, remélem dominós. Már nincsen. De rég dominóztam már. Az jó játék. Nem az a dominó, tudod, feltöltő kártyás. Milyen kártyás? Itt egy passziánsz? Az.
feltöltő kártyás. Ez jó rablás volt, baszki. Ne, egyszer töltünk. Hallod ezt? Hallom, azt hittem a fejemben van baj. Szóval riasztó. Aha. Ne ijedjenek meg, ez teljesen természetes. Ja jó. Hát mit az atomtámadás is? Hát, hát már mennék lefele amúgy a pincébe. Remélem nem rakétát lőtték ki, mert az... Hát, na, nem jó. De nem, hogyha innen lőtték ki a rakétát, akkor jó, jó nekünk, mert akkor nem ide csapódik. Hát de, nem, nem akkor szokták riasztani, mikor innen lövik ki, hanem mikor riadó van te balond. Na várjál akkor, ajaj. Nem néztél ilyen Stallone filmeket? Dehogy néztem Stallone-t. Én a izé, svájci, svájci izét néztem, svájci izé, fekete embert. Nem mondja ki. Schwarzenegger, azaz tudom. Nem mondja ki streamben. Na de mondják meg, melyikkel tudnak könnyebben azonosulni. Mi a választás lehetőség? Schwarzenegger vagy Stallone? Hát jó, de Stallone. Hát én a Stallone-t jobban csípom. Egyik saját itt most, mint én, úgyhogy hát nem tudom. Hát jó, meg kell jegyezni, jó karban van. Hát ennyi évesen szeretnék én is úgy kinézni. Mondjuk az a kicsit oka, az mit keres ottan, Gedi? Van egy kicsit oka. Hát hát ezt nem a legyek holták össze. Bizony. Mondjuk ki vagy meg humoránál is. Odadész. Aztán a kérdés. Ez nem humor, ez a valóság. Kemény valóság. Kemény, mint a bicepsze? Na, kemény, mint a hasam. Mondjuk az fél van fúrva, most egy picit a nugget stű. Azért egy losba vár rá, nem igaz. Gyógyszer, vagy por, vagy valami. Ja. Ja. Azt add majd a légy szíves. Jaj. Tőle kaptam vizét, szurit. Na jó, megtem, jó. Mi az amúgy? Viagra. Viagra. Tű. Nem jó, a Viagra nem jó, mert összerontja azért. Mi az? Vérnyomásodat összezavarja. Dikpa. Jól látom, ezért ő van a kezed. Lók ki a kezedből ott ilyen, de levőd meg a levőd. Én? Fájdalomcsillapító. Ja nem, ez itt lebeg a mágneses tércalagomtól. Amikor... Milyen robotlábad van most? Mi a fasz? Hát a térdem kalácsa, meg ott az ízszalagok egyszer elrepettek, elszakadtak, az kicserítik. Ezért vagyok én a Terminátor, többen nem a fém, mint a nem. Élő szövet a belső fémmázor, nem az igaz? Az biztos, titánium, titánium térgy. Maga ezért, Terminátor, T-2000? Hát nem tudom, T-mennyi vagyok, T-raktor esetleg. 50-es vagy, te nem, 2000. Az. Karamerő szíve, bátor, én vagyok a Terminátor. Úristen, valaki a megcsinálta a rédet. Nagyon szépen köszi, nem tudom ki volt az. Ja, tényleg, hiszen... Írd már be a csendbe, Léci, hogy... Meleg öreg. Mennyi idő volt? Én bevallom, az vagyok. Rendes kőbuzi. De hát számít az már az én koromban, hogy meleg vagy, nem így sem működik, szóval mindegy. Fiatal ember egy idő után maga se fogja kívánni a nőket, mikor mindegyik ráncos lesz ki kövér. Én már most nem kívánom. Na hát ez meg a másik. Most mondja, egy férfi valag vonzóbb? Hogyne? Én azt nem mondtam, hogy az vonzóbb, csak hogy már nem kívánom a nőket. Imádom. Már ilyen öreg korban örülök a pisének a izémmel. Már én azt hallom, hogy ez egy betegség. Én seggemmel szoktam húgyozni. Tényleg? Ahogy? Amit a izé madarak, azoknak is egy lukuk van, ezt visz. Ott jön ki minden. Így van. Hát meg az hány. Sok idő volt. Hát ott hány. Te voltál az Zirion? Hánynak. Én ott meg szarok. Száján szarik. Hogy várjál? A szarságokat beszél, tudják. Seggemmel leszem a kujkát, számban beszarok. Hát ez valami ilyen új hullámos divat lehet, én erre nem hallottam. Szöleget cserélhetem. Mikrohullám. Aztán Isten tiszteletre szoktak-e járni? Amúgy, vénszarok? Most mondta a főnök, hogy suttogjanak, jó? Jó van. Vénszar. Jó van, elnézést. Te vénfasz. Beszartál, hogy... Azt hittem, Jani, azt hittem, hogy megúszunk, de túszok maradtunk, úgy tűnik. Hát én mondtam neked, hogy ha elkapják a túszok, vagy túszokat, mármint a túszok, túszai vagyunk. Vagyis túszok. Szóval kétszeres túszok vagyunk a büdös picsába. Ne bízom el. Elengedhettek volna még, hát nem érjük annyit, mint a gengszterek. Akkor annyi. Főleg én vagy te. De... Jön ide ez az ijesztő ember. Ha ők jöttek a helikopterre, nem is a rendőrök. Azt hittem már. Hát a rendőrök nincsenek is itt akkor? Én nem tudom, lehet, hogy ki úgy vannak megmenteni. Hát lehet, hogy úgy vannak vele, hogy kettő banda van itt, majd elintézik egymás között. Ez serif tűz volt. Aha, hát de az abban, miért köztük vagyunk. Hát ez az.
Ha meg az egyik banda itt van fegyvértelenül, hát ő nem csinál semmit. Akkor ők már túlszok, nem bandák. Túlzdák. De valami szirénázással, vagy mentő, vagy tűzoltó, vagy rendőr, vagy útépítő. Na, vagy vezetékszerülő. Akkor most miért? Lassan én már főállású túsz leszek. Amióta itt vagyok, többet voltam túsz minden. Hát ilyen ez az élet. Nézd ki, hogy rossz városba jöttünk. Az a baj, hogy csak bicikli nélkül járunk, gyalog, azt elkapnak. Kéne egy szamba, amivel tekerünk. Hát de ott drága, nem? 250 dodó. Hú, van nekem, hogy nincsen. Ha nekem van, majd veszünk. Kaptam két jó embert, hogy benn van a magba. Jó. Csak az a baj, hogy kell egy harmadik fél, akinek van jogosítványa, mert nem tudunk venni biciklit se jogosítvány nélkül. Viszont, ha valaki vesz, akkor oda tudja nekünk adni. És a biciklihez nem kell jogosítvány. Érted, mit mondok? Jaj, oda tudja adni? Az jó. Hát ilyen papírral átírja a nevünkre, az jó. Csak kérni egy harmadik ember, aki megveszi nekünk, és kedves, meg minden. De hát itt mindenki átver minket. Ki ez a... Ez egy tűzó... Mondtam én, hogy tűzoltók jöttek, nem rendőrök. De miért jött tűzoltó? Hát, mert lehet ég a tűz. Hát de miért van tűz? Ez jobb kérdés. Tudod, hot. Lehet. Mit nem számítunk? Mi számítunk a legjobb? Az repülőpisztoly. Most áll valaki szerintem. Csak a 20 évesek, hé. Nagyon fontos dolgot használ. Hát akkor beszoptuk volna Gedi, hogyha csak a 20 évesek hé lenne. Így van. Hát de látod, akkor a 11. lenni? Jó, akkor jöjjön. De tugik vagyunk. Az úr. Na most nézem a másfél órája majdnem. Tényleg? Tehát majd, nem, ilyen vagyok, egy órája. Egy órája? Hát itt a karórám, nézd meg. Látom, de azt nem azt mutatja, hogy hány órája. Hát de megnéztem az időt, mikor érte. Ja, számoltad. Hát engem nagyjából egy 50 percet mondjuk rá. 55 talán, de inkább 50. Itt leszünk még egy darabig. Hoztál valami játékot, kanaszta. Arról beszéltük, kanaszta. Telefonon akartam volna letölteni valami kígyósat, csak azt megélvitték. Na hát akkor. Nincs a zsebemben, mondom, elvitték mindenki. Komalmazzunk, hogy nem tudom. Szia, Zsotyó. Gondoltam valamire. Kedő. Mire gondoltál? Ezt nem így kell játszani. Nyilván, mondjuk utcán sétálgattak. Ja, tárgy. Túristen. Nem. Azaz. Nem tárgy. Nem. Nagyon élénke. Hát akkor arra azt kell mondani, hogy igen. Hát nem tárgy, nem. Milyen négyből? Hát akkor... Személy? Nem. Állat. Igen. És legyen az öreg, annyit beszél amúgy. Melyik? Mindkettő. Éj, kijutunk! Ez az! Én faszok. Ez az. Viszlát, szevasztok! Viszlát! Szép napot! Ó, hajt, nagyon villagás van a mindenit, lehet visszavegni. Ó, de várj, előtte rendőrök is vannak. Rendben. Előjönnek. Be tudsz jönni amúgy. Nekem ki kéne kötni a kezem. Nagyon kötve. Akkor kikötöm a kezedet. Ó, köszönöm szépen. Kiveszem itt a bicskát, aztán nyissz. Szakállas úr, telefonunkat visszakaphatjuk? Szerintem ott vannak a fődön, egy csomó ott van. Kiborították. Ó, nagyon szépen köszönöm! A tőlem is úgy elvették. Ó, köszönöm szépen! Nagyon kedves! Jó, akkor most megyünk? Hát nem tudom, már kell zsibogni a fején. Sisakos úr! Menjen a két öreg már! Mehetünk a rendőrök! Erre itten? Erre, itt a légy! Várja, itt van! Ja, te nem tudok lemenni, mi van itt? Így. Meg vagyok, köszönöm. Hát leesél, lehetődik a lábad. Ja, nem bírtam ottan menni. Látod, miért szangál kezek? Oda néz. Tedd fel a kezedet, mert lelőnek. Tedd fel a kezedet, tudsz vagy. Miért lőnének le a rendőrök? Hát nem tudom. Hallod, nekem nem ült senki azon a motoron. Jövünk. Zeneveket láttok. Be. Ó, most már biztonságban vagyunk. Fejd a falhoz. Melyik falhoz? Ide. Igen. Jaj. Kezeket letehetünk. Tedd fel a kezedet. Csak
kell. Egy leakezdet, hogy elvizadóra valakam, de mert nem régettél bukécet. Jó, jó, jó. Neked már átvittanak itt. Rendben, maga mehet vissza. Nem, mert nagyon jó. Semmi más. Ha üres vagyok, mint a maraszt versenyém. A bal zsebében egy jégzselét szép. Vagy egy jégkás. Jégzselét tartasz a zsebedbe. Nem, ez jégkás. Hát kell erre lagja. Beleütött a zsebidbe a jégkás. Oké, semmit nem találtam. Mehetek ura. Merre mehetünk? Semmi. Helikopterre? Gyere, Jadi, menjünk helikopterre. Nem tudom, menjünk. Fussanak most gyorsan. Te ebben viszlát. Én nem tudok futni. Gyere. Várjál, hey, mi van? Ja, Istenem! Hát látom! Hallod, nekem kelleni fog egy elokkapszula? Jó van! Van is itt a szükőmben, mert furákat látom. Elálltam a izét, a lábamat, nem tudok futni. Hallod, itt van valami? Mert nekem nincs. Ott van, várjál, ja, gyere, jó. Keres engem. Elengedték önöket is. Igen, csak összeesett a fejem. Szegény Jani nem lát rendesen, gyere! Mi gyere? Oh. Fogd a kezem. Jaj. Segítsek! Ja, ha megyek utána, hogy téged látlak. Ja, előttem még. Gyere, kövesd a hangom. Jó. Elvezetnek a garázsokig. Gyere, gyere, kövesd a hangom. Jó. Erre, aztán majd veszünk a biciklit. Erre, gyere. Te járdán gyere, mert elbasznak. Ja, itt járda van? Igen, mert mit látsz? Mert itt nekem egy sík terület van. Sík terület. A fejembe, ó. Ugyan, szerintek a rendőr. Jó, akkor itt megvárlak, jó, mert itt vannak rendőrök, itt biztonságos. Meg a motorokon nem ül senki. Csak azért kicsit fura, szerintem megszédültem a zsibogástól, a sziréna. Menjünk arra, mert a sziréna szerintem azt csinálja. Ja, jó, lehet. Várjál. Mert zsibog az agyom. Megkérhetem, hogy főkapja a vállára? Hát persze, azért gyorsan nem mentem el, hogy segítek. Jaj, nagyon kedves, csak te nyomja a hasamat, mert... Menjünk a publikus garázsig. De óvatosan, mert... Igyekszem. Combcsontja nagyon törékeny az öreg. Meg az emésztőrendszerem se a régi, man. Siessen, mert már nagyon furákat látok. Ó, igyekszem, igyekszem. Be van kápszízva a film. Addig dőljön rám. Jó. Jó. Aj, de kedves magától. Milyen kedves. Na, és már jobban érzi magát. Itt kicsit maga alá nyúlok így a vállalá, és akkor segítek vinni, jó? Rendben. Oké. Okay. És nem tud felkerizni? Jajaj. Ez így jó. Hát így úgy, és te visz engem. Jaj. Ó, hát én nagyon nem na jó, járdán vagyok. Nem, még egy kicsit előre megyünk. Jó, kicsit előre megyünk. Jó, itt megállunk. Jó, akkor én itt beveszek egy kapszulát. Mindjárt jövök. Jó, rendben. Megvárom. Jaj! Jaj! Halló! Köszönöm, nem tudom ki volt. Angyal úr. Oda csöcsönbe vagyok. Oké, meg tudni, hol vagyok. Várjál, telefonom. Merre kell menni? Jaj, Istenem! Jaj! Ó, a fenébe! Kezd a kies is lenni! Ó, hát de most mi vagyok én sport? Azt ott a taxi. Az Gedi! Az Gedi! Gedi! Gedi, te vagy! Halló, itt jön! Te vagy! Te onnan gyűjtél? Szép napot! Na hát onnan! Hát onnan! Hát te nem ott voltál! Tudom, azért is lepődtem! Amit de itt? Időt utaztál, vagy mi történt? Lehetségesben úgy láttam magam, mint a mennyből pottyantam volna. Szálljon be, Jani na, bácsi. Akkor menjünk, szálljál be előre, hogy ne veszítsünk el. Jó, igen, van nálattuk egy zsömle. Hát én hagyom. Már is adok egyet önnek. Tényleg, uram, magát hogy hívják? Nem is mutatkoztuk be, vagyis hát én mondtam, de magát hogy hívják? Mi Jani bácsi kedvenc száma? Mondja csak. Ha,
594. Kedves egészségére. Tényleg az a kedvenc számod. Igen, meg kerek. Tű. Ez mondjuk igaz. Még ha nem is, de akkor is. Kerek az. Na kössék be magukat. Jó. Hogy hívják magát, taxis úr? Én Soichiro Miyatoada vagyok, kérem szépen. Félig ázsiai, félig izraeli. Hát ez egzotikum. És hogy szokták szólítani? Tudja mit? Nem is bízom annyira a memóriájukba, csak szólítsanak, ahogy jól esik. Jó, taxis úr. Én is erre gondoltam. Én Bélának hívom. Legyen. Jó a Béla is. Na. Megbeszéltem itt a Bélával, veszünk biciklit. Így van. El is indulunk. Jó. Vásárolunk biciklit. Van ott a autóbótnál ATM automata? Ha nincs, akkor majd keresünk, de én úgy emlékszem, hogy van. Nem fogok gyorsan vezetni, úgyhogy nem kell félni. Jó, jó. Bekötöttem magam. Vigyázzon, mert ha nagyokat csuppanunk, leszakad a májam. Nem. Túl sejtő olyanokat ugratott. A kezemben tartok. Hát én is megyem, hogy szólít. Hát ne tartsa inkább a kezibe. Lehetem jó. Mit kell kézbe tartani? A májamat. A helyzet. A májamat. És hát, sűrűn fordul elő úgy, hogy visztek minket? Nagyon gyakran. Nagyon gyakran előfordul. Nagyon az, az mindig ilyen bénák. Egyéb. Hát, na most magunk szólva. Engem ezek a szürke emberek már nem először vittek el, és végtelenül összeszedetlen egy csürhe. Csürhe mondta. Hát így mentem a kocsiba, ültem a csávóval, azt mondja. Jaj, hát elfelejtették, amivel föltörik. Hát mondom, kicseket se az eszetek ízé. Hát, nem a legélesebb kések a fiókban. Na, leveszem a pénzemet, azt akkor ja, megnézik. Jó, akkor mindig szálltam ki. Csak hát, úgy is álljon vissza. Biztonságosabb itt. Pénzt szeretnék leverni, csókolom. A szokott így menekülni kocsival, vagy meg kell állni, vagy az hogy van? Hát, az a baj, hogy amint eliszkolnánk, rögtön fegyvert fognak. Aha. Na, itt vagyok, levettem minden pénzem. Elfogad, akkor gyorsan menjünk. Működjenek együtt. Hát igen, csak a kérdés, mire számít, csak hogy mennyit fogok én most ott ülögetni a dobozokon. Hát, az attól tartok, hogy sokat. Hát igen. Már kitalálunk valamit. Tudod, valami Kedi? Tudod, mit kell kitalálni? Mit kell kitalálni? Be kell szarni. Öreg vagy, elnézik. Így van. Zseniális. Az a baj, hogy szerintem akkor lelődek, nem? Ne, nem szerintem hiszem. Elengednék. Kidobnak mi macskát szarni, de ha megtanulsz jól tökösek. Esni, akkor nincs baj. Nem olyan tökösek, hogy lelőjenek. Hát nem hiszem, hogy egy kulázási hát, lelőnek. Az utca baldákkal lehet próbálkozni egyébként. Jó, aztán lehet. Megjöttünk. Köszönjük. Kéne adásvétel is, nem? Azt is szerzünk majd a boltban. Kettő. Itt a boltban lehet? Itt szerintem nem, de minden esetben mindjárt nézünk egy kerékpárt. Na. Van nálam 1425 dotó, úgyhogy... Hát neked onnan van annyi pénzed? Egy két jóságos úri ember adta nekem, amikor öltözködtem. Mondták, hogy ezért kezdő pénzek. Kérdeztem, hogy vehetek-e belőle biciklit, azt mondták, hogy igen. Úgyhogy milyen biciklit szeretnének? Én kinéztem a katalógusba, hon van? Miért? Itt hallom a hangját. A Cruiser. Cruiser bicikli? Tata bicikli, igen. Aha. Csak megbízhatóak, az biztos. Igen. Nincsen túlspilázva, mert az újakon annyi a váltó, meg a vizé, tárcsa, fék, tekerni kell ilyen, meg legyen rajta csomagtartó, ahova rakom a sört, hát praktikus szabd legyen, én mindig azt mondom, praktikus legyen. Oda nézd, az, de szép sárga. Egy igazi Cruiser. Cruiser. Na, narancsárga, az jól néz ki amúgy. Elég szép. Jó a narancsárga? Van választási lehetőség. Hát a következőnél megnézzük, hogy ja. Szálljon föl, hogy kényelmesen nem kell állítani a nyergen vagy a kormányon. Ó, hát ez rámöntötték. Jó, jól áll a bicikli. Ó, nézd, hogy megyek. Na csak óvatosan ám, csak Edessé. Óvatosan. Jaj, nagyon megy. Jó, de várjál. Jani bácsi. Jó, megvan. Elszédülök. Én most már. Jó, de ez jó lesz. Alá möntötték belém. Ráütöttek engem. Kéket szeretnék, ha lehet választani. Kéket. Menjen a mellényemhez. De esetleg 45 dollárt tudna adni? Hozzá, ja persze, hát az összeset odaadom. Menjen meg kell. Szükséges, tényleg. A bicikli. 200 dollár, de van nálam 155. El fogjuk róni az utcákat. Segítek ennyivel. Mi a száma, kedves uram?
362-es a számom. Tessék, követés. Itt a biciklikára, odaadom. Na jó. Becsületes ember vagyok. Köszönöm a követést. Ha szerették, kifizetheti az adásvét. Üdv a patkán katalékban, szervusz. Húha, hát itt csak sárgát látok. Sárga van csak. Azt, hogyha oda-vissza váltogassa. Hát itt találtam egy kéket hátrébb. Jó! Sőt, nagyon fog menni a mellényéhez. Azaz, húha, ez a te napon Gedi. Már dörzsölöm a tenyerem. Jó ez a bicikli, van jó, hogy még szaga is az új kocsinak. Hát mi történt? Hát ez piros lett. Hát ez piros, hát, valóban. Maga szín vak, uram? Nem. Én milyen színű az a taxi? A katalógusba. Lehet, hogy a hölgy, aki kiadta, összekeverte. Tjé, aha. Majd átfújjuk izével, fújós festékként. Hát meg ne haragudjon. Nem baj, jó a piros is. Én nem tudom, figyelj, hát ráülök, oda nézd. Piros kék, mint a izébe. Postairon. Na most én nem akarom szinteni az ellentéteket, de hogy narancssárga, meg piros bicikli, ebből bajaik lesznek, az piros biztos. Piros bicikli, de tilos cigizni, sálalálala. Nem szeretik itten az ilyeneket? Miért? Hát igazából ezek a színek még nem foglaltak. Nem-e? Hát akkor most már igen. Na, viszont akkor elmegyek a boltba, és hozok adásvételit, jó? Jó, addig ne menjenek messzire, legfeljebb itt a... Itt hát itt bent a bemutató terembe próbálgassák a kerékpárokat, jó? Jó, jó, te kerülben. Nem visztek el minket, igaz? Kamerával van mindenné. Ide bejönnek? A rossz emberek? Hát amúgy szerintem bejönnek a rossz emberek. Akkor elbújunk. Tudják mit? Jöjjenek ide. Ide erre felé. Itt hátul el tudnak bújni. Itte? Itt az emelőhöz. Jó? Jó. Ide hozzuk a biciklit. Igen, én meg majd tudom, hogy ide kell jönnöm. Jó. Jó, rendben. Jó, na sietek. Oké, okay. Rendben. Ellopták a bicikli, a piros-fehér de is mondjad, hogy ellopták. La. Ördögöt a falra festett. Hallod, átfújjuk a tédet, akkor az enyém is lett barna. Barna. Meg az megy, ó. Ja, mondjuk te ilyen bardásan vagy felőtözve, jó van. Jó ez a kettke. Jó ez. Szálljál, ami meghallják, hogy tekered a biciklit. Gyakorlók. Jó van. Na. Na hát akkor ez is meg van. Nem kell ide jogosítvány, csak okosan kell működni. Ugyebár. Hát akkor nem működ, nem rabon. Mondom, be kell szarni. Ezt olvastam egy újságba. Na de várj, akkor felnőtt pelenka kéne, de érted, hogy könnyebb legyen takarítani. Csak az fogod, kidobod, aztán fő. Hát én nem akarok a gatyámba. Szerintem a kórházba megkérdezhessük. Ha visszajön a taxis úr, a Béla, akkor majd elmegyünk a kórházba, és akkor megkérdezzük, hogy félnőtt pelenkát extra nagy kicsomagolás kiszerelésbe. Na, ma mutass csak a töködet, tényleg. Ja, várja, tényleg. Várja, nem lát senki. Na, várja. Ide gyere át, ide. Várja, letolom. Ó. Arja, nehezebb még, látod? Aha. Na milyen? Emeld meg azt a izét, csofat izét ottan. Aha. Hát normálisnak tűnsz, ebből pisilsz. Hát nem ebből, ott csak ott tárolódik, nem? Nem. Nem abba tárolódik? Még nagyon jó, hogy nem biológusnak mentél amúgy. Hát nem, majd akartam. Hogy hólyag arra hallottál? Hát igen, de hát abba is. Nem, ez nem olyan, hogy félre rakod, az vele ott van. Nem. Ja, hát akkor miért ott van a gyerek van. Miért van olyan alakja? Miért van zacskó alakja, hogyha nem abba tűnik? Mert abban a gyerekek vannak. A gyerekek. Ja. Igen. Tudod, a gyerek. Kis úszók. A kis ragadós, ah. Hát fölállok, mert furán érzem magam. Hát én meg felhúzom a nadrágot, mert ott vagy a micsodám előtt, aztán utána meg én hát, de fogok most fölállni. Mondtad, te beleg vagy. Hát igen, ez a baj, hogy érted, neked ja. Lenne probléma. Ja jó, nem, barátok vagyunk, csak, nem, nincs extra. Hát igen, én se gondoltam többre eddig jó. Se. Amúgy se jössz be. Most még ezt melyik mondod? Hát nekem a fiatalizmosak jönnek be, őszintén szóval. Csak azért mondom, mert most lepartítottalak. Lehet amúgy. Ki tudja. Vissza akarsz vágni? Hát, lehet. Na jó van, tudom én szép vagyok. Hát, voltál valamikor lehet.
régen. Jó, mi is sem vagyok ma, hogy fia lásd, na hát mostan. Hát igen, mindegy. Én már amúgy lemondtam róla réges-rég. Új szerve, így van, szervusz, Rüjel, szervusz, Kerilan, hali, hali. Úgy vagyok vele, hogyha egyszer összegyűn, akkor összegyűn, de hát szerintem az se lenne jó, hogyha egyszer összegyűn, de érted? Nem is bírnám ki, megfájdulna a derekam, meg ilyenek. Ágyba én már csak alszom. Hát én is mióta ütötte az asszonyt a busz. Elütötte? Mikor ütötte? Nem is mondtad. Hát nem olyan régen volt az. Mikor? Két hete? Akkor az volt az újságban. Nem, mert rákapott oda erre a TikTokra? Vagy mire? TikTokra? A szeretem a narancsost. Nem, ilyen bódulat a telefonba hagyt itten. Interneten osztogattak ilyen hülyeséget. Óra, hát ilyen TikTok. Fölvesz ilyen rövid videót, rátátok valami hülyeségre, azt fölrakja. Azt a többinek meg tetszik. Busz? Hát közben pont énekelt, vagy tátogott, vagy mit csinált. Azt ő vezette a buszt, vagy micsoda? Nem, ő átment az úton, csak nem látta, hogy nincs zebra. Ja, értem. A busz meg... Hát a busz, ő, tudta, a busz azt tudta, hogy nincs zebra, azért nem lassított. Azt már túltetted magad rajta, vagy nem is volt jó a házasság? Vagy, hát nem igazán voltam már. 20 éve nem volt szex, úgyhogy... Ja, hát akkor meg ma mindig. Na, hát, tudod, emlékszel neki, amúgy hogy... a feleségemre? A Julcsára? Igen. Na hát az is egy 20 évig tartott. Aztán utána rágyűjtünk, hogy nem működik, aztán kiderült, hogy... Vagy rájöttem, hogy meleg vagyok. Basszus. De csak érzel, vagy volt is testi kapcsolatot valakivel? Nem, hát figyelj, hogyha a nőkkel nem jött össze, akkor valószínűleg az a... Nem. Ne tudják, mi történt. Elrabolták. Nem, de megpróbáltak. Na, komolyan. Szerencsére korábban autóversenyző voltam, aztán meg tudtam lógni. De egy furcsa alak itt tólálkodik a kereskedés előtt. Akkor szétkapjuk, hárman vagyunk. Várjon, viszont hoztam egy adásvételi szerződést. Álmomban boxoltam már. Lehet tényleg szerezni kéne valami bicskát, vagy hát, tudom. Lehet. Hát igen. Az a baj, hogy 300 dollár volt az adásvételi. Odaadom, kettő kell. Úgyhogy csak egyet tudtam vásárolni. Ó, bassza meg, ha értem mondta. Hát de miért nem mondta, és akkor adtuk na, volna, vagy csak Gedi adott volna. Az, még van egy már ezresen. Nem még. Nem. Óha. Hanem fogja a kezemet, ezt csak. Vele. Szerintem úgy kell, hogy ne álljunk itt közösen egyszerre egymás mellett. Igen, az fontos szerintem és is. És arra viszem a binyót is, amelyik az enyém lesz. De ő meleg, igen. Utána jött rá, hogy meleg. Óha. Na. Nincs támasztója? Lehet rá kell állnom, mert... Igen, szerintem is utólag rá kell először utólag. Elég sok amúgy. Hogyha itt tólálkodik, most ilyen 200 fölött vannak a szerveren. Ma sikítok. Halló. Mindenki rá. Jó. Jó ember. Jó ember. Na hát. Na, van levél, köszönjük. Nem fog a tollam, vagy mi történik? Köszi a rédet. Problémák hada. Követés! Volga papa, nagyon szépen köszi a követést, üdv a Podcast kotalékban. Hali, 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 szerbusz. Fekete raid. Nem írtam el, ugye? Mi a fene? Nem fog ez a toll. De miért ezt nem vetti? Na, várjon egy kicsit. Próbáljuk meg úgy. Hello. Átadom önnek az adásvételit. Aha. Hát, ha úgy. Na. Mi a helyzet? Gedeon bácsi, figyeljen, de fontos, hogy van önnél telefon? Van. Akkor ments el a telefonszámomat, jó? Hogy a jövőben jó. Meglegyen, hogyha esetleg szüksége van fuvarra. Jó. Jó? Akkor elmentem úgy, hogy a nekem taxis nem is adja meg. Önnél is van telefon? Hát persze, hogy van. Akkor írják föl mind a ketten nyugodtan. 812-58. Követés! 812-58. Jó, taxis Béla. Na próbálja meg kitölteni ezt az adásvételit, hát ha megy önnek. De ezt nem az adónak kell odaadni? Az a baj, hogy nem fog a tollam. Mind hiába próbálkozom. Nem lehet, hogy azért, mert
Nagyon friss vétel a bicikli? Hát... Olyat hát nem tudom. Mi az, hogy jármű ara? Jármű szerintem ara. Csak rossz a nyomtató és az a jármű ára lenne. Aha, és arra én mit írjak? Hát nullát. Hát nem. Egyet. Egyet kell ráírni. Nem ez a probléma magánál is? Ja, ez nem a te kocsid, azt mondja. Na igen, nekem is ezt mondták. Nem a tie. Akkor szerintem az a probléma, hogy tudják a vihar előttig, ugye? Még nem a magáé. Igen, lehet, hogy ilyen van. Lehet, hogy van néhány óra átfutási idő az okmányirodában. Azaz. Ójaj. Akkor holnap találkoznunk kell. Ja. Jó. Hogy a vihar után, hogy át tudunk iratni. Jó. Odaadjuk az adásvételit, vagy tartsuk magunknál. Vegyünk még egyet. De igen, szerintem is menjünk vásárunk még egyet. Jó. Na, akkor át is festethetjük akkor a már. Hát átfestethetjük azt. Hát az biztos drága, nekem már nem lesz pénzem erre. Drága, sajnán drága mulatság. Majd dolgozunk utána majd. Na jöjjenek, menjünk el. Menjünk biciklivel. De biciklivel mi aztán menjünk. Messze van. Inkább visszajövünk majd érte. Hát boltba. Vagy hol? Nem tudom hova ment. Messze vannak a boltok innen, az a baj. Akkor vigyen el, azt hozom vissza. Jó, arra gondolom, hogy legalább tényleg egyben vagyunk, azt csak elvigyék a binyót. Szerintem nem fogják. De akkor most lezárni se tudta, nem adtak hozzá lakatot, igaz? Hát, megnézem, nem rossz ötlet, hogy szerintem legalább a láncot leszedjem, vagy valamit. De én azt hiszem, hogy nem szoktak adni a elején. Láncot leszedjem. Tudtam, van. Tényleg nem. De még nem értem, hogy ez miért így van amúgy. Megveszed és akkor... Majd beszélünk hónap és aztán... Mindenképpen. Azt akkor megoldjuk. Hát igen. Valami mobilitás kell a városban. Az ajtóval mit csináltál? Képzelj el, hogy mivel ez már egy öreg taxi, kinyitottam és az elgyengült zsanér leszakadt. Leszakadt? Azt hittem az elrablók letépték. Nem. Akkor ki akarták rángatni. Ja, akkor köszi, magam én köszi a követést. Mindenképp a nélkül nem indulunk el. Jó. Hát nem köszöntem meg, még nem is adta ki. Köszönöm, hogy követőjöztük. Na, mindjárt kellemesebb. Tüzes a kicsike. Kellemesebb így utazni, hogy nem pisztolyt tartanak a pofámhoz. Hát igen. Más az élmény, az biztos. De az a gangster hölgyecske, az aranyos volt, oda jött hát hozzám utána. Hát csak mögöttem járkált a bicskával. Kés volt a kezébe, igen. Hát mondtam, hogy megbotoljon, vagy valami. Nincs nála csak a kés. Hát ez az, nem szalonnázni jött az a szem. Mögöttünk van egy nagyon fekete autó. És tényleg? Most már előttünk van. Jaj, már remélem nem keveredünk megint bajba. Hát már elég volt egyszer egy nap. Ajaj. Hát nem tudom, hogy itt rettegés van ebben a városban. Azt hittem ez ilyen buli város. Rettegés foga. Nem sajnos. Hát annak buli, aki csinálja az én rablást. Lehet nekünk is az kéne. Hát alapítsunk ilyen egy maffiát, vagy micsodát. Hát ilyen öregek klubját. Hát de lelőnek. A régi motorosokat összeszedjük, meg a akik katonák voltak. Tudod? Aha. Nem olyanok, mint mi, hanem akik katonák voltak. Hanem akik tényleg. Kezükbe nyomjuk a puskát. Mondjuk, hogy Gyula. Várja, a Gyula meghalt szívó hamba, várja. Jó részvédelem. Ja tényleg, hát mikor? Mi két év? Hát már öreg volt. Hát de most Gyulát elutaztassuk. Így áll! Így áll! Meghalt őt, már nem üzélek. Így áll! Hát az akkor is öreg volt, amikor fiatal volt, hagyjad már. Így. Hát ő még látta, amikor Gyula bácsi fiatal volt, még minden ember fiatal volt, nem voltak öregek, nem igaz? De hát amikor Gyula bácsi fiatal volt, akkor a dínók lépkedtek a földön. Az már azóta hát itt volt, amióta világ a világ. A Gyula bácsi még tanított engem egyébként. Na hát azért mondom, az te is öreg vagy, mint a világ. Ezért itt tanított etikát, de miért tanítottak ilyen hülyeségeket általános iskolában, azt nem tudom. Hát azt nem tudom. Na várja, egy darab adásvételi. Megveszem. Köszönöm szépen. Belenka nincs? Nem, azt nem árulnak, de esetleg ezt az adásvételi is papírt oda begyűröd. Azt adni. Van zsák. Mi zsák? Hát, lehet abban kell belefosni. Na jó, várja. Gyere. Nem adod ide? Mi az? Adásvételi. Ja, kérde neked? Hát egyet adtam neked. Ja, jó van. Ha miért adta ide? Legyen egy nálam is.
Hát még hittem, hogy nekem maradt pénzem, azt be kéne rakni bankba, mielőtt elraboljak. Jó, aztán menjünk dolgozni. Várjál! Nehogy itt vásároljanak. Szörnyen mit? Drága hely a bolt. Nem, nem. Mondja már meg, taxis úr, a Maze Bank az merre van nekem? A lelkemre kötötték, hogy oda kössem le a pénzem. Már is átmegyünk oda, itt van egy sarokra. Szálljon be. Nagyon jó, akkor nyitok ott egy bankszámlát, ha tudok. Reméljük, hogy éppen dolgoznak. Nem halkak amúgy a srácok. Mert találkoztam, akiktől kaptam ezt a pénzt. Lelkemre kötötte a két bajszos úri ember, hogy a Maze Bankban nyissak számlát, mert az a jó. Igen, itt azért jobban dolgoznak. Látom, itt a biztonsági őrök felültek a kocsi tetejére, jobban lássanak. Na jöjjenek! Köszönjük szépen a követést, zsombar. Gyere, Jani, nekem is csinálunk számlát. Jó, itt vagy, jó, csak... Csinálsz. Bobi, elszundítottam egy kicsit. Előfordul veled. Ó, zárva. Csika, Zárva? Zárva van, basszus. Hát itt van, ott van benn, ott van. Még valaki megcsinálta a rédet, nagyon szépen köszi. Másik ajtó? Nagyon szépen köszi. Na, hát ez itt nyitva van. Üdvözlöm. Jó napot! Várjatok be! Hogy van? Várjatok be! Jövök, hát lassú vagyok. Jó napot! Szeretnék számlát nyitni itten. Szabad-e? Várják. Várok. Nyomattad, köszi Benredi. Már öten vagytok, skacok. Ez nagyon király. Legalább 10 kell, hogy legyünk. Halló? Következő cél akkor a... 40. Hát akkor kifullozzuk a... Nekem biztos? ...adományt. Neked kell, Jani? Persze. Akkor kettő. Miért jó ez egyébként? Hát, mert itt nem tudom, a kisebb a levonás. Kedvező díjakkal dolgoznak. Igen, hogyha leveszel pénzt, akkor nem von le a bank annyit. Kezelési hát költséget. Akkor én is szeretnék csinálni, nem szeretném, hogy levonja. Rendben. De azt csak itt tudod levenni, azt ugye tudod, mert ott vannak azok az ATM-ek, azokból nem tudod, de az flecás. Igen, igen. Ahogy az mondja, egész városban csak itten. Aha. Ó, jó. Oké. Hát de gondolom nyitva vannak, amikor... Igen, nyitva. Azért mondom, az ATM. Az mindig nyitva. Hát szól akkor, igen. Jó, addig üljünk le. Igen, nyugodtan. Vagy álljunk föl, ott van kanapé. Kiszemeltem. Hát jól szeretne a számlát, ne bankban, valaki tud lenni. De még nem ide visz. Valaki epernek várt kilócs óta. Nem tudom. Pedig elvileg nem szabadna itt tenni, de hát ne is törődjön vele. Hát ezek azért. Valaki hát, meg a kávét itt hagyták. Hárja, veszek abban ne ígyom bele. Nem akarok, hát dehogy iszok bele. Másnak a lötyibe. Megbocsánatok egy percre, akkor én még kiszaladok, le kell adnom egy címet, jó? De visszajövök, jó. Nem megyek sehova. Rendben, itt vagyunk. Na, vettem egy kávét. Szép napot. Jó napot. Várjon, hagyja aludni, mert elalszik, nem bírja a napot. Szeretnék... Várjon egy pillanatot. Jani! Ébredj már fő. Mi? Na, horkoltál nagyon hangosan. A bolt, elaludtam? Na, igen, szeretnék számlát nyitni itt ketten, jó napot kívánok! Rendben, értem. Van maguknál fényképes okirat? Nincsen! Nálam sincse! Várjon, belenézek a táskámba! De mert minden a repülő maradt, az a baj! Meg hát kibakolták a zsebünket a izébe a rablásnál. Elvitték minket, igen. Sziatok, Szidius! Akkor ez baj kell izé, kártya? Igen, igen. És azt ott lehet tudni kérni? A munkai központnál tudják kiváltani 120 dollárért. 120? 120 dollár? Na várjál! Hogy nézem a zsebem. Van még arra egy kicsike. Van még, de akkor már lassan vissza se kell jönnünk, mert elfogy az összes pénzem. Hát igen. Mindegy. Azt a keveset ne kössük, ha 5 dollár, ha 10. Na akkor vegyük kártyát, de ne hagyd, mert még egyszer ide fizetem neked. Jó, hát nem hiattam akkor elég. Köszönjük viszlát. Köszönjük szép napot. Ja, ez zárva. Csukva van, te. Várjál, belülről nem nyílik. Nem bírnak magukkal. Nem. Ja, nem. Kell fényképes igazolvány. Ó, akkor menjünk. Kell személyi. Klub, mi ez a papír a földön? Ez a cserkész bajusz, most miért mondanám? Én nem jöttük.
De most meg kéne, ja. Akkor megyünk az önkormányzathoz, igaz? Hát azt mondták, hogy a munkaügyi hivatalba lehet. Munkaügyi hivatalban? Na, azt mondták. Szép úr. Akkor elmegyünk oda. Munkaügyi hivatal. Jó kis nyugdíjas, aha. A polgár Jenőhöz a hivatalba. Jenő úr, hon? Nagyon kedves amúgy az úri ember. Hogy hálálhatjuk meg ezt a nagy kedvességet? Igazán semmiség. Tudja, időm pont engedi, úgyhogy örömmel segítek. Hát köszönjük szépen. Majd lesz valami csapatverekedés, akkor kiállunk magáért. Az biztos. Köszönöm, igazán. Várjon, fölhívom magát, meg legyen a telefonszámom. Nem azt mondom, hogy sokat bírom, de együtt, és beállok. Hát én jó, hogyha verőlegényekre van szükségem, az akkor az. Tudom, hogy hová kell telefonálni. Hát meg majd szólok a barátaimnak is. Hát még tudja. Nekem vannak ilyen éles dolgaim még a fodrász korszakomból, borotva, penge, olló, stb. Óha! Úgyhogy, ha nagyon kell, akkor elő tudom kotorni a szekrény aljáról. Hát ez igazán jó hangzik. Meg ha hajvágás kell, kopasz van, nagyon jól tudok írni, a többi meg, hát sokáig tart, de megcsinálom. Ez garancia. Nagyszerű, hát igazán örülök. Bár nemrég voltam fodrásznál, már kezdett nagyon megdőni, meg tudja, sikerült. Fehér volt, aztán inkább egy kicsit átfazonírozta. Jaj, de akkor, hogy fehér legyen, az lesz majd egyszer úgyis magától. Á, igen, én is erre gondoltam, hogy inkább barnára befestem. De hát ahogy fehéredik a haja, az egyenes arányosan a zacskója is nyúlik. Na majd arra figyelj. Ezt megtapasztaltam. Ez ugye egy idő után nem is a magasságunkat jelöljük az ajtófélfán, hanem az acsihozt. Így van. Kevés motoros. Úgy na, van két csapat is. Két csapat motoros? Két motoros csapat van itt a városban. Ha most akik rátörtek a elrablóikra, azok motorosok voltak. Bizony. Cangákkal álltak ott meg. Hűnye. Ők az úgynevezett Fallen. Fallen. Aha. Azt az mit jelent? Szerintem magam sem tudom. Hulló vagy micsoda van a bíjás. Hulló, szilva a fára. Olyas, valami lehullott. Hát nem tudom menni. Hát itt a patkánál leparkolunk, aztán jó van. Ja, itt én kőbe menni? Oh, itt egy papír. Itt van egy papír, azt olvassák el. Ezt olvastam már háromszor a mai nap. Kedves akkor... városlakók, ha úgy érzed elég aktív vagy, és szeretnél pénzt keresni, akkor nálunk a helyen ugyanis a Mézbank felvételt hirdet. Ott voltunk. Pénzkazetta szállító pozícióba. VHS gyere hozzánk, ha egy aktív... pozíció. És jó közösség tagja szeretnél lenni. Na hát kínálunk, ehhez kell jogosítva. Jó fizetés, erőlépés jelentő. Ah, igen. Na itt de addig is jelentés. Jöjjenek be, itt tudnak munkát fölvenni. De szerintem na. Ezért nem kapnak fényképes igazolványt. Nem. Megnézzük. Lehet, hogy van itt valaki, akitől lehet kérni fényképes igazolványt. Hát nem tudom. Most pillanatnyilag munkanélküliek? Tehát nem, én gólfütő készítő lettem, ahogy megjöttem. Gólfütő készítő lettél, ahogy megjöttél. Hogy a viharba? Hát, azt mondták, hogy ez pénzt lehet vele keresni, mert nekem nem volt, ugye a gépen maradt. Azt hát, akkor mondom, jó van. Tanácsot elfogad, ne gólfütőzzön. Ne? Én csináltam, nem jó munka. Csókolom kis kezem. Rájuk jár a rút, tudja? De miért? Hát, egyrészt nagyon sok idő összeszerelni, meg megszerezni az alapanyagot az ütőkhöz, meg aztán... A hölgy adott nekem kártyát. Na, hát ennek örülünk. Mondja közben. Meg hát, az a baj, hogy a telephelyek, ahol dolgozni kell, na hát azt is gyakran látogatják azok az emberek, akik elrabolják a másikat. Aha. Akkor oda lehet nem megyek. Gedeon, adjál már nekem egy 100-ast. Na, fene a fejed. Várjál! Elköltöttem zsemlére. Ne vegyen zsemlét, meg kenyeret, nagyon rossz hely az. Mi a számod? 594-es. Tessék! Azokat szeretem. Köszönöm. Itt van, 105-t adtam, mert így 500 maradt nálam. De te nem volt izé, apró pénzed? Amikor a városban jöttél? Nem volt a zsebben. Zsebbenbe semmi. 500-as, nem? Nem. Hát jó van. Viszontlátásra kisöld. Kezi csokolom. Na megvan a papír. Akkor mehetünk vissza a bankba, igaz-e? Az ám. Elég szép hely ez itten. Szép a város, szép meg fejlesztik. Csak a kölcsön. A lakók. Ó, igen. Azaz. Meg a közbiztonság, ugye.
Így van, csapni való. Mondjuk a rendőrök azóta virnyognak, amióta fölébredtem. De nem tudom, mire fő. Hát a csinnadratta az megvan. Hát, hacacári. De hát, hogy őszinte legyek, igencsak kifogásolható a munkájuk. Na majd rájuk nézek. Néztem elég sok ilyen izét, bűnügyi filmet. Szinte már a kezemben van a bűnüldözés. Hát, de tudja, nem úgy van az. Hát. Azért itt tényleg igazi fegyverekkel jöttek ám az emberek. Cs. Mondjuk az hát is igaz. Itt te meglőnek azt annyi hót, földobod a pocs. Az bizony. Biztos. Ha mondjuk parkolóőr még lehet még, nem? Ás, nem tudom. Nem kell lejönni. Nem bírja a lábad. Ha rám hallgatnak, akkor próbálkozzanak még így a horgászat területén elhelyezkedni. Horgász. Kényelmes munka, egész nap tudnak halakat fogni, persze csak sunyiba. Sunyiba? Persze, hát, úgyhogy a főnök ne tudjon róla. És nagyon jó pénzt lehet kérni ám a halakért. Az anyja. Jó, nem adjuk le, és akkor elviszük máshova, hogy... Így van. Az kinek? Oh. Ki veszi meg a büdös halakon? Hát úgy van. Majd megmutatom a térképet, hogy vannak itt helyek, ahol a halakat, a cápákat, a teknősöket átveszik. Cápát lehet fogni. Hát azt kivartak a vizékben. Én eddig harcsát fogtam egyszer, 3 kilósat, az a legnagyobb összvisz. Hát én pontyot fogtam, de azt az izébe vettem a Tesco-ba. Ja, hát a... Igen, a Birelit útról kifogtad a pontyot. Ne, hát az nem volt, dicsőség. Nagyon verték Janibá. Előtte. Hát de most én nem vagyok izé gyerek, nem jártam ilyen tavakhoz meg ilyenek. Nem. Hát de ott van bányató makkos, hogyká nem voltál ki? Nem. Bányatóban hát milyen halak vannak? Hát mondom, volt ott harcsa. Szerintem a legnagyobb harcsát kifogtam, ami ott volt. Meg ilyen a bizonyára kis... itt történt. Mi mocsári teknősök vannak benne, meg ebi halak kb. De várjál, már itten mostan tudunk számlát nyitni, mert nincs pénzünk. Hát nekem van azt még... Kell. Nekem van még 500-am. Akkor adjál belőle. Te hogy adok. Majd, bénem, majd raksz rá 30 pénzet. Igen, már átköltöttem a fél vagyonomat. Biciklit hát, vettem neked, meg mit tudom én, jó napot. Akkor szeretnék... Vagy ilyen zsugori. Nem vagyok zsugori, csak már a időm is, meg a öreg vagy, meg zsébes. Meg a pénzem is véges. Minden véges. Bizony. Kettő számlát szeretnék nyitni? Igen, kettőt. Fejenként egyet. Igen. Akkor adsz annyit, hogy megnyissam? Hát mennyi kell a megnyitása az uram? Teljesen ingyenes. Akkor nem adok sem ennyit. Most komolyan ingyen van, azt nem adod ide? Hát mert mit adja? Tudod mit? Adok 50-et. Te zsugori vagy. Na, ezért ez a beszéd. Jani bácsi nagyon visszaél itt a jó ötömmattal. De majd akkor ne, fizeted a sörömet? Persze. Helyes. Ebből az 50-esből, amit adtál. Jó. Akkor hogy működik ez, uram? Az egyiknek velem kell jönni, aztán megnyitom nekik, neki és... Aztán a másiknak. Így van. Jó, szerintem akkor menjél Jani előre. Jó. Te leszel a teszt nyúl. Jusszika. Ha visszajövök, akkor nincs baj. Ha nem jövök vissza, akkor ne várjatok. Ha 5 perc múlva nem gyűlne, visszavárjunk tovább. Hát akkor baj. Ó, a port itten foglaljak helyet, vagy? Nem szükséges. Na. Akkor bemutatkoznék. Scott Larry vagyok. A mi az maga fiúk vezetője. És akkor megkérném magát, hogy műsor. Ide a személyigazolványát, ugye a okmányát. Itten is van Szűcs János, kis nyugdíjas. Kis nyugdíjas, értem. Ah, jó, hangzik, hogy kis nyugdíjas. Nehéz kérdés lesz, de gyeregendem, hát, mi a lánykori édesanyja neve? Anyámé? Igen. A lánykori? Igen. Aha. Hát izé, Lakatos Marika. Miért? Fontos? Igen, fel kell írni. Aha. Rendben. Mit dolgozik? Hát én nyugdíjas vagyok, de egyébként Lakatos mester vagyok. Lakatos? Igen. Értem. Szóval Lakatos vagy. Laka 50 évig. Igen. Na, gép Lakatos. Szép. Jó. Ez mennyire halk hozzám képest, ha?
akkor el is mondanám magának, hogy mit is nyújt önnek a bank. Ugye nálunk a kezelési költség az készpénz felvételénél és utalásánál fogunk levenni 5%-ot magától, de más bankok, a Flika Bank is az Intercontinental Bank 7%-ot vonna le magától. Hát akkor ez kedvezőbb. Igen, igen. Illetve vissza tudja tekinteni az utolsó 100 darab tranzakcióját dátumra és időre pontosan, és csak is kizárólag mézbankos folyószámláról tud majd utalni. Jó, de nem tudok ezért flecásra meg ezekre utalni. Hát, majd le kell vennie is, hogy van, akkor felteszi a flikorban, és ugye el tudja utalni, vagy odaadja készpénzben. Oké. Okay. Köszönöm szépen, nem tudom ki volt. 6 per 10 meg van, skatok. Illetve, ha $10,000 felett van a Flika Bankon a pénzösszege, akkor inkább érdemes inkább áttenni, hiszen ha orvosi ellátásra van szüksége, akkor ez ugye levonódna az a pénzösszegnek a 25%-a, de nálunk ezt megtartatja és kifizetjük magának. Már akkor jó drága az az orvosi ellátás. Igen, igen. Nem olcsó. Már közben megérzem, akkor rog a hasam azt. Jaj, aztán is kórházba kerüljék meg, akkor az úr a pénzem is. Ételt, italt? Hát elfogadnék egy vajas zsömlét van, esetleg. Rendben. Krasszán jó lesz? Persze. Tessék. Jó, nagyon kedves uram, köszönöm. Itt elfogyasztatom itt maga előtt, lehet? Persze, nyugodtan, megengedem. Köszönöm. Jó, rendben. Majd a takarítók a szőnyeget kitakarítják. Ah, nem bozsálok én. Nem, nem. Ja jó, most egy pár darab lement. Bocsánat. Semmi probléma. Kapucsin, amúgy is már hámoska vagyok egy kis én. Igen? Már elaludtam előbb ülve. Ja, láttam, igen, igen. Gumicukrot kell, vagy beleragad a fogába? Na, itt az újság beletörtént. Hát nem nagyon van már mibe beleragadni, mert kicsit hézogos. Értem, akkor kell. Nem, annyira a cukrosat nem bírja a testem. Értem. Jó, rendben. Ki van már igen? Kérnék itt a tableten egy aláírás, vagy papír alapút szeretnék? Hát jó, ez is csak... Néha nem tudom, mert nem úgy mozog az ujjam, itt a torny, azt akkor... Lehet, hogy nem fog hasonlítani az igazságra. Értem. Jó, szuper, hát egy kicsit kimentünk a vonalba, de nem baj. Nem baj, jó. Gyakorolni kell, mert nem szoktam nagyon itt. Semmi probléma. Jó, akkor nézzük meg, hogy működik a rendszer. Jajon. Rényben. Most sokáig tartani nem úgy a számlát. Nem Connort, Colt. Nem tudod, Colt merre van? Connor. Jó napot. Connor itt volt. Colt. John Connor, Terminátorból? Nem ő kell, Colt. Colt kell, nem Connor. Elmondta 6-szor. Igen, föl. Hát működik, úgy nézem. Szuper. Akkor magával meg is lennénk, sikeres elményt tettem. Na végeztek, jöttek. Megállnak a számlát, és köszönjük, hogy minket választott. Én köszönöm, fiatal ember. Meg az ételt, italt is. Nagyon rendes. Itt a mágnes és tércállagom nagyon fogja. Semmiség. Jöhetek? Persze, persze. Oda hátulra, ugye oda? Gyuszika, nagyon szépen köszönjük a követését a podcastot. Igen, megvan, tájékoztattak mindenről részletesen. Hogy mennyire megéri. Úgyhogy most már tisztában vagyok vele. És mennyire éri meg? Hát, mondta ezt, hogy a kórházi kezelés az levonja a számláról, hogyha nem itten bankolok. Engem ebben meg is győzött, mert nekem már vannak problémáim, ugye? Hát igen, most már nagy figyelmet kell ennek szentelni. Hát igen, azt akkor levonná azt a kevés pénzemet is, hát mit csinálok? Hát koppon maradok, azt a vége van. Én koromban hova menjek? Csövesnek? Szomorú, hogy érekkel kell törődni. Hát igen. Nem lett volna semmi baj, hogyha nem marad a gépen a bőröndöm. Hát már beszéltem Gedeon bácsi, hogy tényleg nincsen nyugdíjuk itt? Nem. Úgy néz ki, nem küldik ide. Na lehet, utána kéne ennek járni, azt gondolom. Hát lehet, hogy megkérdezzük itten a városházán, hogy nem lehet itten beszélni valakivel, aki elintézné. Hát szerintem is. Makkos hogykai ügyintézés az olyan, mint a nem tudom. Hát ha nem ott vagy, akkor ezt készpénzbe hoztam, ugye a postás mitig.
Á, értem, értem. Meg most is az vagyok. Az lehet az a baj, nem. Hát vagy legalább átutalhatnák ide. Hát szerintem most... ott Batkos, hogy kell, nem tudják mi az utalás. Á, kisfalu, igaz? Hát eléggé. Posta, kocsma, meg a kisbolt. Meg még egy kocsma. Ja, persze, jó, hát végül is az meg utcának templom. Van eleje, meg vége. De a templom mellett is mindig van egy kocsma. Hát hogyne, a bor meg ostya. Csak azért. Hát igen, meg tüské. Ja, igen, majd elfelejtettem, hogy nagy rajongója tüskének. Amit megáldott a pap. Ha ilyeneket csinálnak a makkos, hogy kell? Hát a pap is egy olyan alkoholista fazon. Húha. Hát ilyet nem szabadna. Hát a több figyelség ki. Szerintem azt sem tudják, hogy létezik. Bármint vagy makkos vagyok. Mondjuk én sem hallottam még róla, meg kell hagyni. Arra ugye, lopakodó város. Meghúzza magát. Na, hogyha megvan a számla, akkor pedig elmegyünk, akkor megnézzük, hogy az önkormányzatnál vannak-e. Rendben. Hát, ha valami nyugdíjat tudunk intézni, jó? Az mondjuk nem volna rossz. Bár túl sok esélyt nem látok, de egy próbát megér. Úgy gondolom. Hát nem lenne rossz támogatni, azonban hova menjék, bányába? Hát az előbb korábban már nem, már ledolgozták a magukét. Hát ledolgoztuk, igen. Már csak valami kis finom nyugdíjas állás tényleg. De hát az meg ugye nincs most. Hát igen, sajnos. És már az önök korában vezetni nem igen kellene. Hát azért majd megpróbálkozok a jogosítványon, mindig is akartam valami robogót, csak hát... Hát mondjuk valamilyen ilyen lassú járművet azt még talán hát, vezethetnek. Golfkocsit. Hát csak a robogóval az a baj, hogy nagyon veszélyes közlekedni ám vele itt. Úgy elsodorják az embert. Ja, vagy nem tudnak izé? Vezetni itt mások? Hát tudnak, csak figyelmetlenek, tudja, mindenki rohan manapság. Mindenki aha. Rohan. Ó, a fenébe. Hát csak ne üssenik-e. Hát igen, az volna a cél. Á, most lesz, majd be fog aludni mindig meg ilyenek. Na de még útközben lesz egy ötletem, azzal megpróbálkozom, hogy tudok-e segíteni. Ha? Ezt addig el sem árulom, legyen meglepetés. Ó, szeretném én a meglepetéseket, csak aztán pozitív legyen. Szeretés. Hát, ezek után. Hát, gyanús már nekem maga túl kedves. Na, mai világban. Igyekszem mindig az elrettentő példa lenni, hogy mégis van ilyen. Hát tudja, annak csak örülök. Csak pont annyi kedvesség, hogy visszahozzam a reményt. Lenint? Nem Lenint, a reményt. Ja, mondom, bár hogy majdnem a kommunizmus vége van. Aha. Hát mondjuk jó lesz. Annak örülök. Tényleg már könnyebb kicsordul, hogy ilyen jó szívű fiatal emberek vannak. Hát. Figyeljen, nekem... Ma nem beleugrott a számba. Visszalát. Ő is ilyet. Szép napot, szervusz. Szép napot. És jól hallottam, hogy körülbelül két napja érkeztek? Nem, én ma. Én ma jöttem. Ma? Ah. Na jó, akkor majd még elviszem önöket egy-két helyre, hogy kiismerjék magukat a városban. A Gendinek szerintem hamarabb leszállt a gépen, mert én egy kicsik, én rossz gépre szálltam. Igazad meg valaha. Na még kész, szerencse, hogy ideért. Ha lekésted. Hát én meg ott foglaltam neked a helyet, na mindegy. A táskát oda tettem. Hát nem, hát először Izraelbe akart vinni a gép, hát mondom, akkor én rossz gépen ülök. Hát az tényleg rossz gép. Azt át kellett szállnom. Na, ide kell jönni? Igen, igen. Azt mit csináljak? Mondja nekem meg. Na, hogy néz ki amúgy? Az a tartyó. Jó. Meg van nyitva. Nulla az egyenlegem. Érdekes, ma itt vagyok, az sem 3 hónapja, és nekem még mindig nincs számlám. Hát de miért nem kötötti? Nem kapunk ezt dőpénzt, vagy ez nem működik? Tudja, jó, nincs időm. Jó, akkor fölrakok rá 400-at. Mit szólsz? Kamatozik? Hát most is van hajtá. Hát most is inkább van tennivaló. Meg aztán. Akár nagy összegzés. Hát úgy sincs annyi pénzem, hogy az bamba kell ilyen tartani. Na jó, van akkor. Az öregeket kell fúrozni, az jó szakma amúgy. Hogy micsoda? Öregeket fúrozni. Meg vagyunk. Ja. Ingyen. Nem hát, kifizetődő, de legalább jó a társaság. Szépen, így van, meg hát tudja, hiszek a karmában is. Hát, de biztos meg, jó jársz, Virágy. Na, köszönjük a közreműködést. Nagyon szépen köszönjük, szép napot, viszlát. Véget ért ez az epizód. A következő részben folytatódik a kaland. Nézzed meg azt is. Na, szevasz!